Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, rangadó a női kézilabda bajnokságban. Ért Ferencváros egy egészen különleges mérkőzés, egy héttel azután, hogy a Ferencváros a Győr ellen játszott és szenvedett meglepően nagy különbségű vereséget, az Ért pedig három győztes mérkőzéssel kezdte a bajnokságot. Gál Gyula itt a vendégünk a stúdióban. Szerinted mire számíthatunk most ezen az elég éles összecsapáson? Üdvözlöm a kedves televízió nézőket. Hát úgy gondolom, hogy a Fradi már vett egy revansot, ugye ők legutóbb a Kispesten játszottak, őket eléggé bedozerolták, és úgy gondolom, hogy ez a mérkőzése válható másképpen, hiszen nekik mindenképpen a tabellán a pozíciójukat meg kell helyezni, hiszen most nem a megfelelő helyen vannak. Ők az egyedüliek tulajdonképpen az élbolyból, akik pontot vesztettek, hiszen a rivális Győrrel játszott. Úgyhogy úgy gondolom, azért megtesz mindent azért, hogy győzzön, de a Fradi az esélyesebb ezen a mai találkozón. Nem csak ez az egyetlen mérkőzés zajlik a bajnokságban, a mostani időpontban, illetve ezen a hétvégén. Nézzük is meg, hogy a hétvégén még milyen meccseket játszanak. A Fehérvár a Váccal találkozik, a Siófok a Dunaújvárost fogadja, Mosonmagyaróvár Kisvárda, ezek este 6 órás mérkőzések, csak úgy, mint a Kispest DVSC. A Győri Audietó az MTK-t fogadja ezen a hétvégén, még holnap este 6-kor a Budaörs Békés Csaba meccset rendezik majd. Hát nyilván, aki a Győrrel játszik, az sosem reménykedhet abban, hogy pontot szerez, de előbb-utóbb mindenki fog, tehát mondjuk azt, hogy a Fradi már vesztett pontot, az kalkulálható pontvesztés végső soron a bajnokság szempontjából. Más kérdés, hogy azért az a játék, főleg a második félidő első 10-15 perce, azért sokakat meglepett, talán még saját magukat is. Így igaz, ki lehet kapni Győrben, csak nem ekkora különbséggel. Úgy gondolom, hogy predesztinálja a magyar kézilabdát, hogy a Final Four a következő 3 évben ismét Magyarország rendezi, vagyis ez a magyar bajnokság erősségét mutatja. Én úgy gondolom, hogy ezenáltal a kézilabdázók és a sportvezetők se engedhetek meg ilyen differenciát, hiszen azért a Fradi és a Győr éllovasa a ligának. Azon felül, hogy a többiek is gyönyörűen az elmúlt években kapaszkodnak fölfelé, és egyre közelebb és közelebb kerülnek hozzájuk. Beszéljünk itt az elmúlt év dunaújvárosi nagyon jó sikeres szerepléséről, és hát az Érdől is folyamatosan, akik folyamatosan ott vannak, és a tón szeretnék bitorolni. Hát valószínűleg egyébként, és ha már a magyar kézilabda érdekeit nézzük, akkor most ekkora különbség nem lesz a két csapat között. Egy nagyon éles meccsre lehet számítani, de vajon milyen a hangulat ott a stadionban, ott a csarnokban? Farkas Márton jelentkezik, ha lássuk, hogy mi a helyzet arra felé. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a nézőket. Hát gyűlnek a szurkolók itt az Érdi Arénában, és nem csak a hazaiak, hanem egyébként a vendégoldalon is lesznek szurkolók, úgyhogy a hangulat az garantált és biztosított, és reméljük, hogy nem csak a rangadói lesz a hangulat, hanem a mérkőzés is egy rangadó lesz, erre jó esély van. A két csapat legutóbb 6 hónappal ezelőtt találkozott, és akkor egy végleketig kiélezett találkozót hívtak egymással, 27-26-at tudott nyerni a Ferencváros. És hogy miért van erre ma is jó esély? Hát azért, mert tulajdonképpen mindkét oldalon majdnem teljes kerettel tudnak felállni a csapatok. A Fradiba visszatér Kovacsics Anikó és Monori Orsolya is, és az Érdnél is mindenki egészséges, leszámítva ugye Oliveira Vukicevist, a Fradi pedig továbbra sem számíthat Zácsik Szandrára. Ugye korábbi adásaimban már beszéltünk róla, hogy a bajnokságnak új lebonyolítása van, emiatt ez a mérkőzés, ez a rangod után nagyobb jelentőséggel bír, mint tette tavaly. A Fradi, ha bajnok akar lenni, akkor tulajdonképpen nem veszíthet ma, az Érd pedig egy pontszerzéssel, akár egy győzelemmel lépést tehet afelé, hogy a bajnokságot a második helyen zárja. Egyelőre a helyszínről ennyit, hamarosan meghallgathatjuk az edzők véleményét, és aztán pedig kezdődik a mérkőzés, de addig is a szó a stúdióért. Farkas Mártonnak köszönjük szépen, hát akkor ez a helyzet ott Érden egyelőre, az mindenképpen újdonság, hogy Kovacsics Anikó visszatér, akkor ezek szerint nem volt annyira súlyos a Győr ellen elszenvedett sérülés. A rangadó az mindig rangadó, úgy gondolom, hogy ilyenkor halottak is felkelnek ágyukból, mindenki játszani szeretne, hiszen ezek azok a mérkőzések például az Érd számára is, ahol pontot tudnak, pontot rabolhatnak a nagy riválistól, úgyhogy úgy gondolom ez teljesen normális. Miben bízhat az Érd, azon kívül, hogy hazai pályán játszik, és most már azért lehet tudni, évek óta ez így van, hogy Érden nagyon-nagyon nehéz nyerni, még a legnagyobb csapatoknak is. Mi lehet most az Érd erőssége a Fradi ellen ezen a meccsen? Én úgy gondolom, hogy az lehet, hogy a Fradi nem egy stabil, egyenletes formát mutat, úgyhogy ez mutatta a Győr elleni mérkőzésük is, hogy tudnak nagyon jól játszani, utána pedig tudnak egy olyan mérkőzést játszani, zárójelbe téve gyengébb ellenfélen, akik ellen megy, nagyon jól megy, egy felszabadult játék megy, és lehet, hogy ez a kettő, ez nem mindig ül össze. Sokkal nehezebb a női pszichével együtt dolgozni, sokkal több probléma merülhet fel a lányok felkészítése során, és úgy gondolom, itt mindenképpen az a morális
kohézió, ami az Érd csapatát most jellemzi, és természetesen a Fradit is, de ugye az Érd játszik hazai pályán, ez egy plusz motivációt adhat az Érdnek, és pontosan ezért küszködik mindig a Ferencváros. Ugye az Érd eddig 3 győzelmet aratott, a Ferencvárosnak pedig nagyon nehéz azt a hullámzást kezelni valahogy, hogy az egyik hétvégén jön a Győr, ugye egy nagy különbségű vereség, utána pedig jön a Kispest, egy óriási győzelem, 19-43 lett annak a mérkőzésnek a végeredménye, tehát óriási különbséggel győzött a Fradi. Mennyire jó felkészülés ez egy Győr elleni vereség után az Érd elleni rangadóra szerintem? Én úgy gondolom, hogy a Kispest sajnos megkapta azt, amit a Győr nem. Szerintem egy nagyon nagy lehordásban voltak a lányok a mérkőzés után, és sajnos ők voltak ennek az áldozatai, hogy kiadták a lányok magukból, ami esetleg bennmaradt a győri mérkőzésből. És pontosan ez lehet itt az érdekes, úgymond sarokkő, hogy ezt most hogy tudják átvinni, hogy akkor felszabadultan tudtak játszani, és hogyha ezt az érdelen is meg tudják tenni, akkor egy sima győzelemre számíthatunk. Viszont hogyha ez átfordul egy kicsit görcsösebb játékba, akkor úgy gondolom, hogy az Érd egy meglepetést hozhat a mérkőzésen. Hát a görcsösség az edzéseken egyáltalán nem érződött, mind a két csapat gyakorlására ellátogattunk, úgyhogy most belepillanthatunk, hogy hogyan készültek erre a meccsre, az biztos, hogy nem voltak görcsösek. Az Érd nyugodtan készülhetett a Ferencváros elleni csatára, hiszen 3 mérkőzésen 3 győzelmet aratott, és a térdsérüléssel bajlódó Vukcevic kivételével mindenki hadrafogható. A zöldfehéreknél Szőlősi Zálcsik kiesése után viszont akár még az is előfordulhat, hogy a korábbi érdi Szekeres Klára nem csak védekezésben, hanem támadásban is fontos szereplője lesz a mai mérkőzésnek. Szekit én nagyon régen láttam, úgymond tényleg úgy igazán támadni, mert mikor itt játszott, akkor is általában csak lerohanásokban volt fönt. De azért azt gondolom, hogyha maga biztosan tud játszani, akkor jó ember lehet támadásban is, mert védekezésben azért egy alapembernek számít, ugye? Reméljük, hogy nekik nem lesz olyan könnyű feladatuk, hogy neki támadni kelljen, hanem azért nehezebbé tesszük, és a támadó játékosok fognak támadni. De mindenképp számítok rá, és hogyha jön támadásba, akkor mindenképp felkészülök belőle is. Kláriról tudni kell, hogy Magyarország egyik legjobb védője, és hogy egy nagyon-nagyon kemény, agresszív lány. Nagyon jobban vagyunk, szóval, de ez a pályán ez ilyen nincsen. Ott keményen harcol, tényleg arra számítok, hogy ő nagyon kemény lesz és kíméletlen. Az első 3 forduló alapján a Fradi talán legfontosabb lánceme, a házi góllövő listát vezető beálló Danik Snelder lehet. Ezt pedig az érdiek is így gondolják. Nagyon labdabiztos játékos, szóval nagyon meg jó blokkokat is csinál, nagyon jó zárásokat, szóval mindenre fel kell készülni, egy nemzetközi játékos. Én azt láttam nála, hogy néha vannak rossz meccsei, és vannak nagyon jó meccsei. Én nagyon-nagyon remélem, hogy ezzel én elkapom vele szembe a fonalat, és akkor tudom őt dominálni, és akkor nem lesz vele gond. Az érdi játékosok abban bíznak, hogy a Ferencvárosnak viszont lesz majd gondja az Érd arénában. Azt gondolom, hogy mindenképpen jól kell kezdenünk a meccset, szóval nem hagyhatjuk nekik, hogy vezessenek 3-4-5 góllal, mert akkor utána már nagyon nehéz lesz. Egy nagyon pörgős meccset várok szerintem, egy nagyon hajtós, a Fradinak tudni kell, hogy nagyon jó a lerohanása, a kontratámadása, de ebben mi is nagyon jók vagyunk, úgyhogy biztos, hogy egy nagyon fizikailag megterhelő mérkőzés lesz. Bár az esélyek nem teljesen egyértelműek, az nem kérdés, hogy Kisfaludi Anett mit vár az elkövetkezendő 60 perctől. Győzelmet. Érdi győzelmet. Igazi rangadó következik a női kézilabda NB1-es bajnokságban, ugyanis a Ferencváros az Érd otthonában lép pályára. Az FTC-nél Szőlősi Zácsik Szandra válműtéte miatt hosszú időre kidőlt, de a bokasérüléssel bajlódó Kovacsics Anikó mellett Monori Orsolya szerepeltetése is kérdéses a mai találkozón. A hétközi fordulóban a zöldfehérek 24 gólos különbséggel nyertek a Kispest otthonában. Az első félidő derekán pedig olyat láthattak a kilátogatók, amelyre mostanában ritkán volt példa. Szekeres Klára balátlövőként tűnt fel, és a kiváló védőmunkája mellett támadásban is nagyon eredményes volt. 6 góllal járult hozzá a fölényes sikerhez. Nagyon jó érzés volt, nagyon szeretek támadni is. Most nagyon sok sérültünk volt, illetve betegünk is volt, úgyhogy emiatt egy picit több szerep hárult rám. Bízom benne, hogy a hétvégére azért a hiányzók azok majd befoghatóak lesznek. Az eddigi 3 bajnoki mérkőzésből a 2 kötelezőt, a Budaörs és a Kispest elleni találkozót magabiztosan hozta a fővárosi együttes, de 2 pontot elhullajtott a címvédő Győr otthonában.
Danik Snelder, világbajnoki ezüstérmes kézilabdázó idén csatlakozott a csapathoz, és elmondása szerint könnyedén ment a beilleszkedés. A riói olimpiát is megjárt holland válogatott csapatkapitány, a német élvonalbeli Thüringer csapatát hagyta ott a Ferencváros kedvéért. Az ott eltöltött 6 év alatt 201 mérkőzésen 505 gólt szerzett. Nagyon jól játszottunk a hétközi fordulóban, de szombaton egy teljesen más mérkőzés következik. Az Érd nehezebb ellenfél lesz, de ha azt a gyors játékot tudjuk hozni, amit szerdán, akkor egy nagyon jó mérkőzésnek nézünk elébe. A védekezésünk eléggé kettős mustanság, a legkisebb hiba sem férhet bele, maximálisan koncentrálva kell, hogy kézilabdázzunk, különben az érdiek kíméletlenül ki fogják használni a lehetőségeiket. A Ferencváros csapatában két olyan játékos is van, Szekeres Klára és Sacil Nadin személyében, akik korábban az érdieket erősítették. Előbbi 4, utóbbi 2 évig volt a klub játékosa. Tavasszal egy izgalmas meccsen egy góllal 27-26-ra nyerni tudtak azon a találkozón, Sacil Nadin 5 gólt jegyzett egykori csapata ellen. Örülök, hogy 5 góllal tudtam segíteni a csapatot. Biztos vagyok abban, hogy ugyanúgy nagyon nehéz mérkőzés előtt állunk, hiszen nagyon jó a közönségük, a szurkolótáboruk, és előnyben vannak, hogy ők hazai pályán játszhatnak. Ugye az Érd eddig a Siófokot, a Vácot és a Kisvárdát győzte le. Mind a 3 mérkőzés tulajdonképpen nagy különbségű volt, vagy legalábbis 3-nál több góllal győzött. Talán a Siófok volt a legnagyobb rangadót, 31-27-re nyert az Érd. De igazán olyan csapattal, amelyik talán nála erősebb, még nem találkozott ebben a bajnokságban. Tehát most talán még az előzőeknél is jobb teljesítményre lesz szükség. Mennyire lehet ezekhez a meccsekhez képest előrelépni szerinted? Nekik szerencséjük volt, hiszen a felkészülés után beépítették a bajnoki rajtot is tulajdonképpen a felkészülésbe, és aránylag egyszerű mérkőzésekkel készülhettek a nagyobb ellenfelek ellen. Ez úgy gondolom az ő szempontukból előny lehet. Ellentétben a Ferencvárossal, akinek ugye sokkal sűrűbb a programja, és ezáltal nem válogathat az ellenfelek között. Napról napra, 3 napra élnek tulajdonképpen, folyamatosan teljesíteniük kell és menniük kell. Személy szerint én ezt jobban szerettem, mint hogyha csak egy nagy ellenfélre készültünk volna mondjuk föl heteken keresztül. A házi góllövő listát Érden egyébként Katarina Krpez vezeti, mindjárt meg is nézhetjük, hogy kik vannak még a góllövő listán. 3 mérkőzés alatt 23 gólt lőtt Krpez, és a második helyen álló Klivinyi Kinga mindössze 13-nál tart, utána 12-10, tehát utána jönnek szorosabban a sportolók, a lányok egymás után. De az a 10 gólos különbség az kicsit azt mutatja, hogy Krpez személyében egy ember viszi a hátán a góllövés szempontjából az Érdet. Elég őt kivenni a Fradinál? A Fradi biztos, hogy arra készül, hogy a Klivinyit és a Krpezt kivegye. Tulajdonképpen ők a gólgyárosok, de a tavalyi évben is láthattuk, hogy ettől függetlenül ilyenkor kell, hogy előtérbe lépjenek azok a játékosok, akik jelen pillanatig kevesebb gólt lőttek a ranglistán. Úgy gondolom, hogy ebből egyáltalán nem lesz probléma, és ezek az emberek fognak az árnyékból kilépni és a mérkőzésen jól játszani. Ugye Krpez ezzel a 23 góllal a 3. helyen áll az összesített góllövő listán, egyébként azt Pálos Bognár Barbara, budaörs játékosa vezeti. A Fradi góllövő listáját vezető Snelder pedig, akiről ugye szó volt az iménti kis összefoglalóban, pedig mindössze 15 gólt lőtt 3 mérkőzés alatt, nem mindössze ez persze idézőjelben, de nincs akkora különbség az első, a második és a harmadik között, mint például az Érdnél. Jobban eloszlanak a feladatok a Fradi támadó során? Én úgy gondolom, a feladatok és a mérkőzés aránya is jobban eloszlik egy nagy csapatnál. Sokkal hosszabb a kispadjuk, ők tudják, hogy hosszú a szezon, mindenkinek játszani kell, és így mindenkinek adnak lehetőséget, hogy játszanak. Ez a góleloszlás, ez inkább arra mutat, hogy a jelen pillanatban a Fradinak a csapaton belüli felállása sokkal biztosabb, hiszen nem 1-2-3 emberre támaszkodik, hanem az egész csapat játékban van, gólokban is. Te beálló voltál, és egyébként Snelder is beállóból lőtte ezt a 15 gólt. Ez mennyire, vagy mit árul el a csapat többi részéről, az átlövőkről, vagy esetleg az irányítóról, esetleg a szélsőkről, hogy a beállónak kell a hátán vinni a csapatot gólok tekintetében? Nem egyszerű feladat, viszont az ellenfélnek megkönnyíti a dolgát, hiszen azt mondja, hogy sokkal egyszerűbb visszajönni, nem nyitnak ki, nem adnak helyet az 1-1-es, 2-2-es játékokkal, hanem visszajönnek 6-7 méterre, inkább
azt gyakorolják edzésen, hogy a blokkokból a kapussal együtt hogy tud együtt dolgozni a védelem, és abból az indulások, ez úgy gondolom, hogy megkönnyíti az ellenfél játékát, habár attól függetlenül tudom, hogy milyen nehéz feladat ez. És, azért sokat birkoztál a védőkkel. Bizony, le kell kötni az ellenfél védőfalát, viszont ha nincsen olyan megfelelő tűzerő kint, akkor ez megpecsételheti a mérkőzést. Hát kíváncsi vagyok, hogy erre hogyan készíti fel az ellenfél játékosait a két szövetség, vagy a két edző. Meg is hallgatjuk most az edzői interjúkat, Farkas Márton kérdezte őket. Három magabiztos győzelemmel kezdte a szezont azért egy csapata, de vajon Szabó Edina hogy látja, ez a három találkozó mennyiben szolgált jó felkészülést, és mennyire adott jó alapokat a mai találkozóhoz, mely az eddigi legnehezebb és legfontosabb is egyben? Ezek a mérkőzések nem felkészülést szolgáltak, hanem nagyon komoly bajnoki meccsek voltak, nagyon fontos bajnoki pontokért. És azt gondolom, hogy minden meccs egyforma, tehát mindig épp azt lehet játszani, aki ellen aznap kell dolgozni. Úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy sokat elmondtam, ez egy ugyanolyan mérkőzés, mint a többi. Legalábbis én azt gondolom, hogy mi ugyanúgy kezeljük. Úgy értettem, hogy a csapat a teljesítményéről mennyivel tudott meg többet, mennyire alakul a forma, mennyire csúcsosat ki ez a mai napon a Fradi ellen. Hát tudtuk, hogy nagyon nehéz a sorsolásunk, és nagyon keményen belekezdünk, hiszen a siófoki idegenbeli mérkőzés az egy nagyon komoly csapat ellen egy nagyon nagy győzelem volt. Tehát a formát azt nagyjából úgy alakítottuk, hogy mindjárt jók legyünk, és hát a folytatás is ilyen lesz. Hát ezt majd meglátjuk, hogy ez a mai meccsre, hogy mennyit segített. Ez rutinos jó játékosok alkotják mind a két csapatot, úgyhogy alakul az a mérkőzésen, azt majd meglátjuk. Jól ismeri egymást a két csapat, a Fradinál van most két új kulcsjátékos, emiatt kell máshogy készülni a Ferencvárosra, mint a korábbiakban? Hát a Fradi az mindig is egy nagyon jó csapat volt, most is egy nagyon jó csapat. Nem mindenki ellen kell készülni, hát ez itt nem... Hát így készülünk a Fradi ellen, én nem hiszem, hogy ebbe konkrétan ki kéne emelni bárkit. De a két csapat azt gondolom, hogy taktikailag eléggé rendszerben játszik. Kialakult játékuk van mind a két csapatnak az újaktól függetlenül. Majd meglátjuk, hogy ki tud egy újat húzni. Köszönöm szépen! A Ferencvárosnak nem csak a pontok miatt, hanem talán az önbizalom és a lelki nyugalom helyreállítása miatt is fontos lesz ez a mai találkozó. Ellek Gábor, hogy látja, mennyire van ez egyfelől így, és mit kell ma játszani ahhoz, hogy visszaálljon a helyére a lelki nyugalom? Hát azt gondolom, hogy a lelkünkkel nincs baj, esetleg akkor lehet, ha itt ma nem nyerünk. Tehát ez egy kicsit ilyen előretekintés. Ugye játszottunk egy nagyon... Azon, hogy utolsó 10 percben csúnyán elvesztett Győr meccset, de az 50 percig én azt gondolom, hogy talán azt mondhatom, hogy megfelelő kézlabdát tudtunk játszani, főleg az első fél időt emelném ki ebbe a Győrből. Aztán a hétközi Kispest mérkőzés az azért azt gondolom, hogy nem megsértve a Kispesteket, de nem volt értékmérő. Ugye nekünk nagyon fontos, mert a következő mérkőzésünk az már Bajnokok Ligája mérkőzés, és nem lenne jó oda ugye Skopjéba elutazni, hogy esetleg itt nem sikerrel zártuk ezt. Bár azt is tudjuk, hogy ez nagyon-nagyon jó csapat, nagyon jó formában is van, ugye nagyon régóta tudnak együtt készülni, és tényleg kiváló csapattá vált. Én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű dolgunk, de úgy gondolom, hogy nekik se lesz velünk. Mire kell a legjobban odafigyelni, talán a jobb oldalukra? Hát ez is egyébként mindenre. Tehát mindenképpen ugye, tehát Januri Kinga visszatért a kapuba, aki azért egy komoly erősítésnek mondható, és nagyon-nagyon jó védett az elmúlt két meccsükön. A védekezésük nagyon magas, nagyon erőteljes, és azt gondolom, hogy sajnos itt is fizikális hátrányban leszünk ma, ugye súlyba centiméterbe, de ezt azért tovább kell tudnunk fejjel, fizikummal bírni, mint ahogy történt ez Győrbe. És hát ugye tehát életveszélyes a lerohanásuk, és nagyon-nagyon kreatív jó kézilabdát tudnak játszani támadó játékunkban. Tehát ott a védekezésnek nagyon határozottnak, és főleg az elején nagyon határozottnak, keménynek és agresszívnak kell lenni. Én egész biztos vagyok benne, hogy azért is úgy készült, hogy mikor, ha nem most. Ugye szerintem egy nagyszerű mérkőzés jön. Köszönöm szépen Ele Gábornak, hát hamarosan meglátjuk, hogy milyen mérkőzést tesz ez, de addig a szó a stúdióé. Szóval az elején kell erőt demonstrálni, Elek Gábor szerint, akkor kell megmutatni az agresszív védekezést. Mire következtetsz ebből? Milyen íve lehet, milyen dinamikája ennek a mérkőzésnek? Ha a Fradi úgy kezd, mint ahogy a legutolsó mérkőzésen is be akarja darálni az ellenfelet,
akkor mindenképpen egy kevés gólos első félidőre számítok. Nagyon fontos lesz, hogy az Érd ezt hogy tudja állni. Én úgy gondolom, hogy legfőképpen arra kell figyelnie, hogy kontákból ne kapjon gólokat, hogy megszűrjék azokat a támadásbeli taktikai hibákat, amiből könnyen lerohatja őket a Fradi, és akkor egyszoros első félidő lehet, akár 8-10 gól környékén is. Érdekes, hogy kicsit most szerepcsere történik, hiszen a Győr dobott pont ilyen könnyű gólokat a Fradi ellen, most pedig a Fradi ellen számíthat talán az Érd. Erre meglátjuk, hogy hogyan alakul, hamarosan kezdődik a mérkőzés, úgyhogy kapcsolunk is a helyszínre, maradjanak velünk, jó szórakozást! Csak egy perc. Radetzky Viktor vagyok, hírek röviden. Magyarország és az Európai Unió szempontjából is sorsdöntő lesz a holnapi népszavazás, írta Orbán Viktor a Magyar Időkben megjelent értékelésében. A miniszterelnök kiemelte, az ellenőrizetlen bevándorlás valóságos fenyegetés. A népszavazás a szabadságról és a hazaszeretetről szól. Erről beszélt Dömötör Csaba. Az államtitkár hangsúlyozta, csak a magyarok dönthetnek arról, hogy kivel szeretnének együtt élni. Mégsem tarthatnak népszavazást a franciaországi Allexben a migránsok betelepítéséről, miután a bíróság elfogadta a prefektúra kifogásait. A polgármester úgy reagált, befogták a szájukat, a francia államnak nem fontos az emberek véleménye. Elfogadták a burka törvény néven ismert jogszabályt Bulgáriában. Eszerint ezen túl nem lehet semmilyen arcot eltakaró fájtlat viselni az országban, ahol egyébként a lakosság 13%-a muzulmán. Köszönöm a figyelmüket. Hamarosan jövök újabb egy percre. Futamgyőzelemmel ünnepelte 200. versenyét Rosberg. A futamon nem csak a rajt baleset okozott izgalmakat, hanem a Mercedes vakmerő gumitaktikája is. Rosberg ugyan átvette a világbajnoki pontverseny vezetését, de még semmi sem dőlt el. A tengeren túli sorozat második állomásán is hatalmas csatákra van kilátás. Forma 1 Maláj Nagydíj. Holnap 8 óra 30 perctől élőben az M4 Sporton. Végre Ebel mérkőzés az M4 Sport képernyőjén. Nagy távozók, nagy visszatérők. A tavalyihoz képest alaposan felforgatott volán idén hozza az ördögkatlan hangulatot. Eddig még veretlen otthon. Vasárnap délután erős ellenfél, a tabella első idegenben veretlen Linz érkezik Fehérvárra. Ebel jégkorong mérkőzés. Fehérvár AV19, Black Wings Linz. Vasárnap délután élőben az M4 Sporton. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szavazzon október 2-án. Készült Magyarország kormánya megbízásából. A jövőnk nem egyetlen jó döntésen múlik. Mint minden út, az életünk is lépések sorozata. Sok választás, eredmény, ötlet és vallomás határozza meg, kik vagyunk. Az Allianz biztosításainak támogatásával újra és újra megteheted a következő lépést. Lépj bátran, veled vagyunk. Allianz. Amikor a legkevésbé számítok rá, az olyan kínzó fájdalmak, mint a fejfájás, fogfájás, vagy menstruációs fájdalom, húsba kötnek és átveszik az irányítást. Cselekedjen gyorsan! A kataflandoló aktív hatóanyagának köszönhetően gyorsan és hatékonyan csillapítja a különböző eredetű kínzó fájdalmakat. Vegye újra kezébe az irányítást! Kataflandoló. Gyors és hatékony. Bízunk benne! A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Ismeretterjesztés és tudomány, kultúra és oktatás. Egy televízió azoknak, akik kíváncsiak. Egy televízió azoknak, akik tudni és tanulni akarnak. M5. Jót s jól. Próbáld ki a Nivea intenzív testápoló tejet. Értékes Nivea ápoló olajokkal gazdagított egyedülálló formulája érezhetően puhává varázsolja a bőrt, akár 24 órán át. Sosem éreztem még ilyen puhának a bőröm. Nivea intenzív testápoló tej. A még puhább bőrért. 24 éve dolgozom az OTP Bank Békés Csabai fiókjában.
A hétköznapi pörgés után jól esik a kertben grillezni. Sokat számít, hogy van egy hely, ahol összegyűlhetünk a barátokkal hétvégén. Egy költözés persze mindig fárasztó, de megéri. Ezért, ha ügyfeleim új otthonra vágynak, az OTP Bank lakáshiteleit ajánlom nekik. Költözzön biztonságban! Igényelje 10 évig fix kamatozású lakáshitelünket! OTP Bank. Ismerjük egymást, megbízunk egymásban. Folytatódik a rangadók hete itt az M4 Sporton, már ami a női kézilabda bajnokságot illeti, hiszen a jelenlegi tabellán harmadik helyezett 100%-os teljesítménnyel álló érdi csapat fogadja a jelenleg negyedik Ferencváros együttesét. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket Érdről, egy olyan összecsapásról, ami méltán vált az elmúlt években rangadóvá. Ugye az Érd az elmúlt bajnokságokban, az elmúlt 4 szezonban mindig megszerezte a bronzérmet, a Ferencváros pedig ez idő alatt szerzett 3 ezüstérmet és lett egyszer bajnok. Nagyon közel került már egymáshoz a két csapat többször. Itt látható a Ferencváros összeállítása, illetve a nevezettek listája, és fontos kiemelni, hogy ott van 40-essel Monori Orsolya, valamint 91-essel Kovacsics Anikó, tehát az a két játékos, aki az egy héttel ezelőtti Győr ellen idegenbeli rangadón megsérült a második félidőben, és a hétközi Kispest elleni bajnokit ki kellett, hogy hagyja. Láthattuk a játékvezetőket, Bíró Ádám, valamint Kis Oliver vezetik majd ezt a rangadót, ahol az Érd, hát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy változatlan csapattal állhat föl. Ugye az már a bevezetőben elhangzott, hogy Olivera Vukcevic térdsérülés miatt a szezon elejét azt biztosan kihagyja, tehát rá már a szezon elején sem számíthatott Szabó Edina. Ele Gábor szokásához híven fel alá járkálva nézte végig az övi bemelegítését, és hát arról azt tudom elmondani, legalábbis a két említett korábban sérült játékosról, Kovacsics Anikóról, vagy éppen Monori Orsolyáról, hogy bizony rendesen elvégezték a bemelegítést, nyoma nem látszódott annak, vagy legalábbis csak egy pici az elején, hogy ők sérültek lennének. Danik Sneldert láthatjuk a képen. Róla is esett már sok szó, hogy kulcsfigura lehet az idei Ferencvárosban, ugye egy olyan beálló érkezett a személyében a zöldmezes csapatba, aki mind támadásban, mind védekezésben nagy erőssége lehet a Ferencvárosnak. Zöld-fehérben tehát a vendégegyüttes, narancssárga-fekete állandó szerelésében pedig a hazai érdi csapat, és a ferencvárosiak kezdik a mérkőzést. Cucsánszki, Pena, Kovacsics tehát kezdőben, jelenleg a jobb átlövő pozíciójában ott láthatják. De aztán kérdés persze, hogy a taktika hogy hozza, hogy ő hogy vállalja a játékot. Hát így meg is szerzi a vezetést a vendégeknek Kovacsics Anikó góljával. Tehát 1-0 a Ferencvárosnak, de amíg a lassítást nézzük, már elől az Érd, és Klivinyi egy bejátszással próbálná Kisfaludit játékba hozni, de a játékvezetők nem szabálytalanságot ítélnek az érdiek javára, hanem az érdiek ellen. Már is jöhet a második ferencvárosi támadás, ugye? Csak lezárva a sérülések kronológiáját a Győr elleni rangadó második félidejében, az egyébként is sérült bokájára estek rá Kovacsics Anikónak, és aztán nem tudta már folytatni a játékot, jegelni kellett a kispadnál a lábát a mérkőzés végéig. Most ott van tehát a pályán nála a labda. Pena. Kucsánszki, Pena középen, vele szemben jó zárás, Janurik pedig indít, és Krüpes Lezák elkapja a labdát, azonban az ő nyakát is elkapta valaki, Kucsánszki Zita, aki sárga lapot kap ezért. Mindkét csapat jól indul, mindkét csapatnak jók a lerohanásai. Krüpes Lezák ennek nagy tudója. Most nem jutott ez ígyszerig. Angyala Bulátovics irányít középen, azért meg Klivinyi és González. Most indul a figura, Krüpes. Középen ketten rángatják Kisfaludit, oda nem jut el a labda pillanatnyilag Gonzáleznél, de mire kimondom már, Sacsőn Ladin ölelte őt át. Sacsőn Ladin 2 évet játszott az érdi csapatban, jól ismeri tehát ezt a közönséget, jól ismeri az ellenfelet, bár azért az érd is átalakult az
elmúlt két évben. Jó védekezés volt ferencvárosi részről, marad az érdieknél a labda. Bulatovics. Livinynek készíti le, de jól lépett ki a falból rá Kovacsics Anikó. Támad az Érd, miközben már passzívat jeleznek a játékvezetők. Lent a szélen még, és a röviden ott van az első érdi gól. Fekete Bozsanát. Két embert is bedöntött, de szabályosan. 1-1. Benne a középen, de jó ütemben vett át a labdát, és tisztára játszotta ezzel magát. Rosszul léptek ki rá a falból, vagy ha úgy tetszik, szemfülesen szedte a levegőből a paszt. 2-1-re vezet a Ferencváros. Kap is egy pacsit Elek Gábortól a kispad szélén, Pena. Ezt nagyon jól csinálta. Ferencvárosi mester elmondta a találkozó előtt, hogy a lelkeket kellene megnyugtatni. Legfőképpen egy jó teljesítménnyel ezen a találkozón. Ugye az Eto elleni vereségre gondolt. Egy jó blokk Szucsánszkitól, de marad a labda az érdieknél. Livinyi most középen, González. Kisfaludi futott keresztben, megint jól lép ki a falból Kovacsics, és állítja meg Ángyela Bulatovicsot. Bulatovics most Szekeressel szemben. Egy pillanatra Mireia González elhagyta a labdát, marad az érdél a támadás. De már lassan nem sokáig, hiszen nem mentek eddig kapura, de jó befutás volt az viszont Krüpes Lezártól. Első gólja ezen a találkozón, de véletlenül nem az utolsó. Szucsánszki megy föl, és ahogy egyenlített az Érd, válaszol a Ferencváros 3-2 vendégeknek. Sznerder löki meg Krüpest, szabad dobás az érdieknek. Ja, említettük már, hogy a tavasszal nagyon-nagyon szoros mérkőzést játszott egymással, ugyan itt a két csapat. Akkor 27-26-ra nyert a Ferencváros, úgyhogy Szekerc és Luca 7 méteresével fél perccel a vége előtt szerezte meg azt az utolsó gólt, majd kivédekezte az érdi támadást a vendégcsapat. Közben most a hazaiak eladják a játékszert. A Fekete Bozsana volt a képen. Szóval már az egy nagyon szoros találkozó volt. Most pedig sokan azt mondták, hogy a Ferencváros sérültekkel, betegekkel, mert még nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, ami elég lehet itt egy biztos győzelemhez, vagy győzelemhez. De hát Pena tesz róla, hogy vezessen a vendégcsapat két góllal. Pena 15. gólja a bajnokságban. Marján most középen, González két emberrel szemben leadta a szélre Krüpesnek, de Szikora védett nagyon jól. Az már egy kiszorított szituáció volt, onnan nem lehetett igazából helyezni, variálni. Érezte Szikora. Meg kell állítani a játékot, valami baj van talán a labdával. Ez a kis szünet most talán az érdieknek lehet jó, hogy rendezzék a soraikat. Elmondták a hazaiak, hogy a kezdésre nagyon figyelniük kell, mert hogyha meglép a Ferencváros a találkozó elején, akkor onnan már nagyon nehéz lesz őket behozni, ha lehet egyáltalán. Kovacsics, Szucsánszki, Kisfaludi parolja le őt. Szabad dobás a Ferencvárosnak. Elder is keresztbe futott, Sacöl is ott középen. Eljut Sacölhoz a labda, és a bal szélről ott a gól. 3-ban vezet a Ferencváros. Erről pedig már Szinyete nem tudott cserélni, de így is megoldja. Egy megpattanó labdával szépítenek a hazaiak. Védekezésben ott van Szabó Laura, ő állította meg most Sacölt. Az erőfölény, vagy magassági fölény, amelyet hangsúlyozott Elek Gábor is, az most szemben látható ott a falban. És
Valódi Szabó, vagy éppen Szigeten. Hát a magasság fölött. Snellerhez rossz passz, de kiüti a holland Szabó kezéből a labdát, de ez így már szabálytalan volt. Jöhet az Érd, zárkózhat egy gólra, de mire kimondom, megint taladják a hazaiak a labdát. Hangos hahóval figyelmeztette Szabó Edina az övéit, hogy jobban kellene figyelni. Csánszki pená, Szabó fogta meg Snellerhez, eljut a labda, védlábbal Janurik, de már belül védekezésért következhet egy büntető. Ott Krüpes egyértelműen bent volt, sárga lap ezért az ő büntetése. És jön a 7 méteres specialista, az a kapuba Svetlana Grinyeva, vagy ha úgy tetszik Grinyeva Svetlana, hiszen az elmúlt héten magyar állampolgár lett. Csánszki a kapufára dobja. Mosolyog ezen Szucsánszki. Ezt most csak kígyában teszi, abban egészen biztos vagyok. Hát akkor egy ilyen támadással zárkózhat egyre azért. González, Bulatovics teljesen kilökték Kisvaludit a falból, de eljut ide a jobb szélre González. És ha már megcsinálta a helyzetet, akkor értékesíti is. 5-4. Pená egyedül csinálta megint, de már közbefújtak a játékvezetők. Marad a Ferencvárosnál a labda. Erre a Pená azért már az évek során megtanult magyarul. Tisztán lehetett olvasni a szájáról, hogy miért. Támad a Ferencváros. Szucsánszki, Sacöl fut keresztbe. Ott nem érte el Bulatovics a labdát, ahogy Pena vezette. Erre a Pena harmadik góljával 6-4 a vendégeknek. És ott egy belemenés Krüpestől. Már is indul a Ferencváros, Lukács és Janurik. Ez pedig tiszta viccer volt. De pillanatra szétszakadt a pálya. De hogy ne szakadjon szét jobban, Szabó Edina időt kér. Két gólos hátrányban tehát azért 10. perc közepén. Hallgassuk, hogy mit mond a hazai mestere. Gyertek oda a védekezésre! A 10... Bejúgó hit! Sziasztok, meg visszámoljatok! Össze visszavédekeztek! B1-es, azóta két csapat 16 tétmérkőzést játszott egymással. Ebben ugye volt Magyar Kupa negyeddöntő, vagy éppen Bajnokok Ligája selejtező is, és eddig az érdi csapat mindössze egyszer tudott nyerni, még 3 évvel ezelőtt egy alapszakasz végi mérkőzést, itt hazai pályán a Ferencváros ellen, az egymás ellen így többi mérkőzést, mint a Fradi nyerte. De mi lesz most? Klivinyi! 6-5 az ő góljával. Ezért megérte kikérni az időt, szépen ment föl a blokk mellett, pedig ragyogóan lőtt el. De már nézzük a Ferencváros, Lukács ezúttal biztosabb kézzel, 7-5. Gólra gól tehát. Lukács Viktória, az előbbi gólszerző Klivinyi Kingával együtt ők tagjai Kim Rasmussen válogatott keretének, amely ugye a jövő héten együtt készül majd, már az Európa-bajnokság jegyében. Egy hét múlva pedig Siófokon játszik barátságos mérkőzést majd a szlovén válogatottal. Marad az érdieknél a labda. Az érdből egyébként még Kisfaludi, a Ferencvárosból pedig még további 8 játékos tagja a keretnek.
Szucsánszki, Kovacsics, kihagyott érdi Zicser után, tehát megint a Ferencváros elől, de most már visszazártak a hazaiak. Ziját állította meg Szucsánszkit. Bulatovics jött ki a falból Penára, de így is eljut ide a bal szélre, Sapszőlöz gyönyörűen a rövid felsőbe. 8-5. Ez pedig egy rossz passz már elől. Nem érhették el az érdek Fekete Bozsanának, ez túlzottan mély volt. A Bártnál sokkal jobban kapkodó az érdjátéka, ez látható az eredményen is. 5-1-es védekezés most a hazaiaktól, most már nem először, Bulatovics kint a falból. Szucsánszki, ott van előtte egy üres sáv, de Penának adja ott. Sacöl vissza Szucsánszkihoz. Kovacsics Krivinyivel szemben, ott már egy falt. Majdnem így is el tudott menni két ember között Kovacsics Anikó. Szucsánszki, Snelder, Pena labda útja. Szucsánszki, kilövi el. Pena! Takarásból, félmagasan. Négyel vezet a Ferencváros először a találkozó során. És ezt is elveszik a játékvezetők. Megmondom őszintén, nem láttam miért, hiszen pillanatra én is a lassításba feledkeztem. Támad a Ferencváros, 13. perc. Snelder, Pena. Pena megy föl, és most a másik irányba lövi. Az 5. gólja erre a Penának. 10-5 a Ferencvárosnak. Hazaiakat demoralizáló kezdés tehát ferencvárosi oldalról. Most próbál váltani az érd. Szinyát a fönnmaradt támadásban. Krivinyi most középen. Krivinyi megindul, és ellövi, és gól. Itt 3 eddigi bajnoki ellenfelét megszórta Krivinyi Kinga. Siófokon 2-t, a Vácnak 6-ot, a Kisvárdának 5-öt dobott. Most a Ferencváros ellen 2-nél jár. Pena. Szucsánszki. Lőtték ott középen Szucsánszkit, de nem ő. Nem a vele szemben szabálytalankodó kapja a sárgát, hanem Kisfaludi Anett. Erre a Penának nagyon jó első fél ideje volt. Győr elleni rangadón is, aztán a második játék részben már többször bele-bele hibázott ő is, heteseknél is. Szucsánszki megy föl, Janurik a kapufára tolja az életerős lövést, és már indulhatnak az érdiek, erről van Krüpes. A surranó pályán itt a jobb szélen villámgyorsan fölért a szerb játékos. A második góljával 3-ra zárkózik az érd. Tavalyi szezonban ő volt a teljes NB1 gólkirálynője, 204 találattal, között rengeteg biztos hétméteres is volt, közben Lukács dobta a kapufára. Nézem ott a kapu mögött ülő nézők reakcióját, hogy ez vajon bent volt-e vagy sem. Ez már a lövés utáni szituáció volt. Gól nem ért. És a lövés nem ment be, támad az ér. Ferencvárosi kispad mögött pedig faluvégi valamit hordják melegít. Közel telt ház van érden, nagy az érdeklődés a rangadó iránt, megpattant a lövés Klimitől előbb Snelderen, majd aztán Szikorán, így ment fölé.
baj van a labdával. Szigorú Melinda orvosolja a problémát. Túl vagyunk az első negyed órán, és vezetett már 5 góllal is a Ferencváros. Három a vendégek előnye, Szucsánszki, Kovacsics. Kovacsics lövi fölé, de megtámasztották. Aztán a tovább lendülő keze érte Szinyáte arcát. Ott. Tenem egy föl, kapufa, Snelder gyűjti be, ez pedig Janurik, ha jól láttam a lábával. Most kellenek az ő bravúrjai is, hogy felzárkózhasson a hazai csapat. Szinyáte két ember között, Zitzerig, 10-8. Van Mariana Szinyáte. Kétszeres VB ezüstérmes, de nem volt ott a francia válogatottban, nem úgy Snelder a hollandban, ott is láthattunk tőle ilyeneket. De már is itt a válasz. Szinyáte. Ha úgy tetszik, jól zárt neki Kisfaludi. Elvitt magával két embert, hogy Szinyáte lőhessen. A harmadik gólja. Ellenő 6-ot szerzett, akkor nagyon aktív volt támadásban is. Megint Snelderhez középre, és ezt is nagyon határozottan értékesíti a holland beálló. 12-9. Újra 3 közte. Klivinyi középen González. Szinyáte keresztbe fut Fekete Bozsanak. Szinyáte lőne megint, de ezúttal jó a blokk Szekerestől. Klinyi gyűjti be, aztán nem akad Snelderen. Minden rá volt írva Klinyi Kinga arcára. Mirálja González közben már a földön. Megint indul az előbbi érdi figura, a keresztbe fut Fekete. González lövésig. 10 gólos az érd. Kezdenek működni ezek az átlövések. Olyannyira, hogy emberelőnybe kerül a hazai csapat. Szekeres Klára 2 percet kapott. De támadásban majd 6 emberrel lesz fent a Ferencváros, hiszen megkülönböztető trikó nélkül, plusz ember bent, kapus nélkül. Kovacsics most a másik oldalon, nem mert ellőni, nem is volt nagyon helye. Szucsánszki, Kovacsics, Snellernek tépik róla a mezt, de így sem sikerül őt megakadályozni. 13-10 működött át ez a figura ember hátrányban a Ferencvárosnál, de nézzük, hogy a védelem oszlopa, Szekeres Klára nélkül, hogy tudják ezt kivédekezni. Kivinyi. González két ember között, belelövi bíróba. De már közben mutatják a játékvezetők, hogy 7 méteres következik. Bíró Blankával szemben Tatarina Krüpes lezák. Utóbbi nyeri ezt a párbajt. Az 5 gólos hátrány után most már tartja magát az érd ezen a 2-3 gólon. Egyelőre plusz fordulatszám nincsen, hogy ez a hátrány még kisebb legyen. Újra az előbbi szituáció, hatan a ferencvárosiak támadásban, kapus nélkül Kovacsics, Szucsánszki szorított helyzetben lőtte rá, Janurik védett, de marad a Fradinál a labda. Már nagyon kevés van hátra.
Szekeres kiállításából 10 másodperc. Kovacsics, Sacl, Szucsánszki egy az egyben próbálta Gulyás Vandával szemben. Snelder siet. Nyilván támadásba plusz ember nem érkezik. Bíró Blanka visszament a kapuba, így teljes a Fradi. Janurik pedig a sokadik védésével jelentkezik. Szinyáte teljesen kint volt rajta. Hornyák, Klibinyi, hát ott azért érvényesül az erőfölény. Faluvégi, valamint Szinyáte találkozásánál. González, Klibinyi középen, Szinyáte. González ellövi fölé. Ebből a szögből úgy láttam, mintha talán a blokkoló kéz végét érintette volna a labda, de robog a Fradi, Faluvégi ott lent a jobb szélen, Szucsánszki, és pillanatnyilag két beállóval voltak a ferencvárosiak. Faluvégi viszont rendkívül maga biztosan értékesíti ezt az ittszert. Ott maradt üresen. Góla jutalma. A tavalyi idényt az MTK-ban töltötte Faluvégi Dorottya. 52 gólt szerzett 28 mérkőzésen, 28 bajnoki mérkőzésen, és hát ő is tagja lesz az első meccsére készülő Rasmussen keretnek. Krüpes, Szinyáte, őt most Kovacsics állította meg. Krüpes lezárt, futkosott keresztbe középen. Jó a blokk, de már közbefújtak a játékvezetők, szabálytalanságot láttak a hazaiaknál. Valamivel több mint 8 perc még hátra, 14-11 a Ferencvárosnak. Folyamatos érdi szurkolói dobszó mellett most a ferencvárosi szektor kezdett el hangos lenni. Lássuk, hogy a támadás végén lesz-e miért hangosnak lenni. Ott közben már belefújnak, pedig Snelder már dőlt zincerig. Ott úgy tetszik az eredmény, ennek is megvan. Kisfaludi Anett áll ki 2 percre ezért. De még mielőtt akár elkapkodná ezt a szituációt, ezt a helyzetet a Ferencváros, Elek Gábor egy kicsit rendet tesz a fejekben. 3-1-re kell 3 gólos vezetésnél. Hallgassuk őt! Tessék! Nem! Jugo, jobbra! Gyerekek, most úgy fontosság a védekezés, jó? Többet egy picit a lövőkre érjünk ki, oké, megfutóan legyen, nagyon-nagyon fontos. Ugye tudjuk, hogy milyen ember hátrányunk van. Jön ki a Krüpes az 1-es-2-es közé, meg kell tartanod, Misi, Cici cseréhez, jó? Megtartod, befelé megtartod, kifelé hadd menjen, oké, gyerünk! Nincs kiugrálás az ember hátrányban, jó? Nem az ő ember hátrányban. Gyerünk, kicsi gól iskol, okosan, jó? Gyerünk! 2-3! Ember hátrányban már volt a Ferencváros, ember előnyben még nem. Mondják Dórának még egy utolsó ukáz. Klivinyit láthattuk közelről, előtte pedig Araújót. Új ember tehát az érdieknél ott a bal szélen. Hornyák, Kovacsics. Snelder majdnem teljesen üresen. Hát ez pont elég volt neki ez a hely, hogy gólt szerezzen. Klivinyi még magyaráz egy sort a játékvezetőnek. Mind a ketten húzták azért a másik mezét. Itt van Danik Snelder. Thüringerből érkezett a Ferencvároshoz. 6-szoros német bajnokként, VB ezüstérmesként, olimpiai negyedikként. Nagy fogás erre az évre. Barján Bianca középen az érdieknél irányítóban. González forgolódott az ő labdájából. Krüpes szerzi a gólt. Csapatmunka ember hátrányban. Nem véletlenül mérges Elek Gábor. A
Rübes harmadik gólja. Ezen a mérkőzésen eddig az ember hátrány, nem biztos, hogy hátrány. Megint üresen volt egy pillanatra Snelder, de nem ő kapta, hanem az érkező berobbanó Hornyák, és ő elől marad. Ha robog az ért, akkor ebből még gólt is szerezhet, így nem. Egyértelmű 2 perc Sneldernek, fönt volt a levegőben Kliwenyi, ott szabálytalankozott vele a holland. Okosan csinálta Kliwenyi, érezte, hogy menni kell, hiszen a Ferencváros még nem zár vissza. Fél percig 5 az 5 ellen a felek. Majd aztán lesz emberelőnyben az ér, de mire kimondom, a hazaiak lehozzák a kapust, így 6 az 5 ellen támadnak. Bent középen ott van Rübes, González le a szélre. Hoppá, de jó ejtés volt. Rübes végül innen a szélrel. Bíró kijött a kapujából, próbált elővételezni azt az ejtést, de nem sikerült. 5 gólos Katarina Krüpes lezák. Mészáros most beállóban először a pályán a Ferencvárosnál, támadásban hozzájut el a labda. 2 ember volt ott a nyakán. És egy kis törlés fog következni. Itt van Araújo. Az érdiek egyetlen igazolása. Olivera Vukcevic helyére pótlására kellett egy bal szélső Szabó Edina csapatába. A brazilra esett a választás. Kovacsics alulról visszapattahoz a labdá, és ez ismét Januriké, és észreveszi. Szijjálta, hogy nem volt bent kapus a ferencvárosiaknál, azonban ez mellé ment. De hogyha kapura megy, talán akkor is beért volna Bíró Blanka. Ezt most már sosem tudjuk meg. De azt viszont igen, hogy ez az újabb emberhátrányos ferencvárosi támadás, mire fut ki. Mondom én, hogy emberhátrány, de hát önök is láthatják, hogy 6 zöldmezes elől, kapus nélkül új szabály, megkülönböztető trikó nélkül erre bőven lehetőséget ad. Kovacsics, Szucsánszki ellövi, Janurikhoz ment középre, nem volt annyira helyezve a szélre. Visszaért közben Bíró a kapujába, ebben a pillanatban Kliwenyi, Szinyate, és lefelé dobta, ott volt Bíró, de már 7 méterest kap ezért az érd. Kucsánszki néz kérdően a pad felé. Én nem láttam, hogy az bent lett volna, de történt akkor ezek szerint más. Katarina Krüpes újra a büntetőnél, másodszor a találkozón. Az elsőt ugye bedobta Bíró Blankának. Bedobja a másodikat is, és ezzel hosszú idő után újra csak 1 gól a különbség a két csapat között. Szorgos munkával visszajött az ért. 4 perc van hátra az első félidőből. Kovacsics, Hornyák Dóra. Szemben Kisfaludi volt, aztán neki visszazárt most már az eredeti pozíciójában. Mészáros csinálta rendkívül jól a helyet Szucsánszkinak, aki nagyon-nagyon pontosan lőtte ki azt a sarkot. Újra 2 a Ferencváros előnye, mire kimondom, azért elhagyja a labdát, Szekeres Klára indul, ez is a kapupára megy, csak ez éppen kijön onnan. Villámgyorsan előre settenkedett Szekeres Klára is, jól ismerte fel, hogy itt most nem cserélni kell, hanem robogni. Kliwenyi, Kisfaludi kint a falból, González, Szekeres tolja tulajdonképpen, itt egy dömpert. Kliwenyi, Krüpes, pillanatra talán ott volt a lehetőség, hogy bemenjen, megrántották érzésem szerint, ettől függetlenül elengedték a lövést a játékvezetők, és marad a Ferencvárosnál a támadás. Ott rántották meg
Rüpest, már csak a becsúszását láthattuk ebből a visszajátszásból. Kevesebb, mint 3 perc, és növelheti előnyét a Ferencváros. Kovacsics elmegy az embere mellett, González mellett, de már közbe fújnak. Marad a labda a zöld-fehéreknél. Ahhoz képest, hogy azt pedzegettük, hogy Kovacsics Anikó mennyire lehet sérült, vagy mennyire félti a bokáját, tulajdonképpen végigjátsza az első fél időt. De hogy? Most is elment egy az egyben a védője mellett, és hogyha gól ebből közvetlenül nem is lett, büntetővel jöhet a Ferencváros. González volt a tettes. Sőt, hát Krüpes is azért oda csapott egyet. Jön Grinyeva, ezúttal Sacél dobja a büntetőt. Nagyon pimasz módon. Sacél Adi második gólja. 2 perccel az első félidő vége előtt. 2-vel vezet a Ferencváros. Vinyi. Megállították. 2-en fogják bent középen Gulyás Vandát, ő jött ki a falból. González, Klivinyi, és egy nagyon szép áttörés a blokk fölött. Talán a másik irányba várt a bíró Blanka. Nem is zöld-fehér kéz volt ott, hanem Érdi. Amelyik kéz ma nagyon biztos, az Januri Kingáé. Ahogyan leszedi ezeket a labdákat, azok nagyon kellenek az érdi felzárkózáshoz, de itt viszont egy belemenés, teljes érdi kispad fogja a fejét, hogy hogyan. Nincsen egyelőre visszazárkózás arra az egy gólra. Kovacsics mutatta a figurát, amelyet Kicselszki indított. Kovacsics le a szérre, már belefújnak az érdrobokat, és ment elől Araújo, nem ő kapta a labdát. Újra a pályán hosszú idő után Bulatovics. Ez most Szinyáténél belemelés, elnézést, mosolyogtam, de Szinyáta arcára minden rá volt írva. Sacülére is megcsinálta magának szépen ezt a gólt. 18-15 a vendégeknek. Próbált Livinyi még mindent bevetni. Sacél nagyon kemény volt. 10 másodperc sincs még hátra. Egy rossz bejátszás Gulyásnak, bíró még indíthat. 4 másodperc hátra kint a kapujából. Janurik falu végé pedig ragyogóan vette észre ezt a lehetőséget. Ugye vigyáznia kellett Janurik Kingának, hogyha nagyon kijön, és nem éri el a labdát, hogy elsodorja az embert, az ugye egyből piros lap. Ott már látta, hogy nincs esély elérni a labdát, falu végi pedig látta, hogy a kapu teljesen üres. Egy fél időt követően 19-15-re vezet a Ferencváros, úgyhogy vezetette már 5-tel is, aztán az érd visszajött egyre is, 30 perc után 4 köztek. Na, innen folytatjuk. Csak egy perc. Radetzky Viktor vagyok, hírek röviden. Magyarország és az Európai Unió szempontjából is sorsdöntő lesz a holnapi népszavazás, írta Orbán Viktor a Magyar Időkben megjelent értékelésében. A miniszterelnök kiemelte, az ellenőrizetlen bevándorlás valóságos fenyegetés. A bevándorlás biztonsági kockázatai már most érintik Magyarországot, és nem lenne jó, ha ez súlyosbodna, mondta Simicskó István honvédelmi miniszter. Hozzátette, senki sem kényszerítheti a magyarokat arra, hogy felvállalják ezt a kockázatot.
Több mint 80 ezeren nem a lakhelyükön, hanem egy másik településen voksolnak a népszavazáson. Erről Pál Filona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszélt. A legtöbben a fővárosba jelentkeztek át. A rendőrség fokozottabban figyel az idősek világnapján a nyugdíjasokra. Kampányban hívják fel az idősek figyelmét arra, hogy ne higgyenek az ismeretlen telefonálóknak, és ne engedjenek be bárkit a lakásukba. Köszönöm a figyelmüket. Hamarosan jövök újabb egy percre. Nehéz ellenféllel folytatódik a világbajnoki selejtezők sorozata. Az EB-n veretlen, sőt az előző körben az Európa-bajnok portugálokat is legyőző svájciakat fogadjuk a Groupama arénában. Feröer után itt a lehetőség a javításra. FIFA világbajnoki selejtező. Magyarország, Svájc. Pénteken este élőben az M4 Sporton. Szenzációs cselek. Látványos gólok. A pillanatok, amelyeket muszáj átélni, amikor érvényesül a papírforma, amikor meglepetés születik. Ez mind-mind a futsal világbajnokság. Irán, Portugália, bronzmérkőzés, majd Oroszország, Argentína az első helyért, ma este élőben az M4 Sporton. Egy műsor gyerekeknek, akik már sportolnak, akik még csak tervezik, az utánpótlásnak, és azoknak, akik már versenyeznek. Szülőknek, tanároknak, edzőknek. Egy műsor sportról, közösségről, élményekről, sok játékkal. Kisbajnok. Vasárnap reggel az M4 Sporton. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szavazzon október 2-án. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Én is Sedaris vagyok, a mosás szakértője, és megmutatom, hogyan frissítheti fel ruháit az új Lenorance Lapöböl segítségével. Először öntsön ezekből a kis illatgyöngyökből a kupakba egy keveset, vagy akár jó sokat. Szórja a mosógép dobjába minden mosás előtt, és ruháit átjárja az illat, mely egyszerűen nem illan el. Akár 12 hétig tartó frissesség. Megállíthatatlan. Hétvégén átmegyünk a nagymamához. Süt nekünk mazsolás túrós almás palacsintát. A nagyi csinálja a legfinomabb palacsintát a világon. Persze, mert friss házi tejet és túrót használ. Csókolom, anyuka! Unokái csodálni fogják, mert velünk mindig tele a hűtő. Penny Market. 20 éve Magyarországon. A 10 darabos dobozolt tojás most csak 269 forintért kapható. Vásároljon és nyerje meg a fődíjat, egy személyautót. Hurutos köhögés? Torokirritáció? Stopp a köhögésnek! Bronhostop. Hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Cinema Gugu na Gaga. Cinema Gugu Bake Rolls. Demak Uga. Uga! Nuga! Oh, Nuga! Aga. Pizza? Pizza. Yeah. Seven Days Bake Rolls. A világ legnagyobb felfedezése. Cinema Gugu Bake Rolls. Ha a kis feladatokhoz is óriási segítség kell. Amikor a feszült játékhoz a kitartás nem elég, vagy amikor anyu főztje elfogy és kell egy gyors, finom megoldás, a Prímára akkor is számíthatunk. Príma. Minden alkalomra. Ha-ho! Ez az én helyem! Orbit. Minden ital után is. Ideális kiszerelés az autóban. Egyél így áll rágóz Orbit. Nem gondoltam volna, hogy így megváltozik az életem. Hála a Koregának. Megint olyan közel kerülhetünk egymáshoz, mint amikor először találkoztunk. A fogorvosom ajánlotta a Korega műfogsor tisztító tablettát, ami már 3 perc alatt hatékonyabban tisztítja és frissíti a műfogsort, mint egy hagyományos fogkrém. Korega. Egyen, nevessen és éljen. A Heineken 192 országban kapható.
világhírű. Mint én. Azt nézd! Mindig ez van. Gyorsan, gyorsan, gyorsan! Gyorsan csinálj! Antonio Banderas! Több van a csillag mögött. ...19-15-re vezet a Ferencváros női kézilabda csapata az érdi csarnokban. Egy jó fradi kezdésről beszéltünk, és ez valóban meg is valósult. Nem feltétlenül csak a védekezés volt kemény, hanem támadásban is hatékony volt a fradi. De mitől ilyen hullámzó az érdi játéka? Mert talán a kiegyensúlyozott fradi játék mellett az érd hullámzó játéka okozza ezt a különbséget. Így van, úgy látom, hogy az érd nem tudja átlépni azt az árnyékát, hogy ne csak felzárkozzon a mérkőzés folyamán a fradi mellé, hanem sem átvegye a vezetést, hiszen voltak gyönyörű védések, amiből a kontrajátékból egyből gólokat tudtak lőni, 3-4 gólról hirtelen 2 gólos összeszűkült a különbség a csapat között, de ezután a fradi mindig egy gyönyörű játékot, egy figurát hozott elő, és ezzel újból visszaléptek el a 4 gólra. Ugye az elején még nagyjából kiegyenlítetten indult a meccs, 5-2-nél volt először 3 gólos különbség, és aztán 10-5-nél 5 gólra nőtt a fradi különbség, a fradi javára a különbség. Mit rontott el ott az érd? Hát én úgy gondolom, hogy a helyzetei kihasználásában volt némi probléma, és a technikai hibák számában. Úgy gondolom, hogy látszik a statisztikán is, hogy még az érd 10 technikai hibával, a fradi csak 2-vel adhatott, és itt van az a nagyon legérdekesebb tény, hogy a védési hatékonyság ugye az érdnél kimagasló, a fradinál nagyon alacsony, gyenge, mondhatjuk, és mégis vezetik a mérkőzést. Igen, még Janőri Kinga tartja gyakorlatilag versenyben az érdet, vagy mérkőzésben, annak ellenére, hogy azért az utolsó másodpercben elkövetett egy hibát, talán ott nem kellett volna kijönni, de a többi bravúrjával gyakorlatilag ellensúlyozta ezt a teljesítményt. Láttad a fraditól azt, amit Ele Gábor mondott a mérkőzés előtt, hogy ezzel a kemény védekezéssel erőt kell demonstrálni az elején? Hát én úgy gondolom, vannak kemény ütközések, de nem teljesen azt adják át a lányok, amit szerintem a Gábor szeretne. Ebben ők még tudnak sokkal keményebben és jobban együtt játszani. Több mint valószínű, hogy ezt a fél időben meg is beszélik. Van nagy hiányzója a Ferencvárosnak, bár Kovacsics Anikó visszatért, Szőlősi Zácsik Szandra nincs ott még a csapatban, neki nemrég műtötték a vállát, de természetesen ott van az érdi csarnokban, és Farkas Márton meg is kérdezte őt. A Ferencváros nagy hiányzója, Szőlősi Zácsik Szandra itt mellettem. Szandra, az első kérdés, hogy vagy, ugye nemrég estél át egy válműtéten, hogy halad a felépülésed, hogy van a karod? Köszönöm szépen, jól vagyok, körülményekhez képest. Igazából nem is a vállammal volt a probléma, hála az Istennek. A bicepszem kétharmada szakadt le. Úgyhogy azt mondták, hogy ez még a jobbik eset, hogy az izom gyorsabban gyógyul. Úgyhogy remélem, hamar vissza tudok majd térni a pályára. Azért nem keveset kell majd kihajnod, mit mondtak az orvosok, a következő hetek, hónapok, milyen rehabilitációval tehetnek, és mikor lehetsz ott újra a pályán? Azt mondták, hogy 4 hónap, hát remélem az a maximum, amit ki fogok hagyni, annál többet nem szeretnék, de én örülnék neki, ha előbb már pályára tudnék lépni, mint 4 hónap. Ugye korábban hálásabb téma miatt, de kellett már kívülről nézned a csapatod játékát, ugye amikor gyereket vállaltál. Most ez így mennyiben más, mennyivel nehezebb, mennyivel fájóbb a szíved, hogy nem tudsz ott lenni most a pályán, így a szezon elején ilyen fontos mérkőzéseken? Hát ez sokkal nehezebb, ugye amikor gyereket vállaltam, akkor egy anyai örömök elé néztem, az teljesen más volt. Egy sérülés mindig nagyon rossz egy sportolónak, főleg a ilyenkor gyógytornázni, meg tényleg mindent meg kell tenni azért, hogy újra 100%-os legyek. Ilyenkor nagyon-nagyon rossz nézni a csapatot, hogy én nem lehetek ott, és nem tudok nekik segíteni. De milyennek látod a Fradit? Ugye nagy célokat tűztetek ki, mennyire tartod reálisnak így az eddig látottak alapján? Hát még nagyon az elején tartunk, de úgy gondolom, hogy lassan már BL mérkőzés van, úgyhogy össze kéne teljesen kovácsolódni, mert a védekezésünk még nem állt össze, még nem az igazi, és ez úgy gondolom, hogy a BL-re még kevés lesz, mert azért nagyon jó csoportba kerültünk, úgyhogy még van mit csinálni, de úgy gondolom, hogy mire ott lesz az idő, addigra már teljesen jó lesz minden. Szandra, köszönöm szépen, kívánom így lenni, és mi hamarabbi gyógyulást, hamarosan folytatjuk a mérkőzést.
Marcinak köszönjük szépen, Szandrának pedig mi hamarabbi felépülést kívánunk, és most meg tudunk nézni két érdekes jelenetet, hogy mi az, ami talán még a különbséget jelenthette a Fradi és az Érd között, illetve hogy milyen alternatívái lennének az Érdnek. Itt még a mérkőzés elején járunk, és egy eladott labda talán dekoncentráltabb az Érd egy kicsit. Tovább kellett játszaniuk a játékot, és nem voltak már pontosak a passzok. Ebből utána jön a kontra. Egy gyönyörű mozdulatot látunk itt a beállósnál. Lehet látni, ahogy középről húzza kifelé a hátsó védőt, leköt két játékos, a váltás nagyon gyengén sikerül az érdi oldalról. Onnan az átlövő elindul befele, és innentől kezdve ajtóablak zicsere van. Miért tudott ekkora terület ott maradni? Én azon gondolkoztam közben, hogy lett volna talán még olyan védő, aki besegíthetett volna a védekezésben. Neki nem lett volna feladata őt bezárni, vagy rá kellett figyelni? Nem, neki kellett volna visszalépni a vonalra, zárni a hatos falat, viszont a mérkőzés folyamán rá 10 perce megláthattuk ugyanezt a játékot a Ferencvárostól, amikor besegített a hátsó közép, és gyönyörű gólt lőttek a jobb szélről. Úgyhogy itt lehet látni, hogy azért az adott szituációban nagyon, de nagyon nehéz eldönteni, hogy hova lépnek a játékosok, hiszen itt is jönnek a védők, már teljesen elszámolták magukat, megy kifele a labda, lefele, a védők elszámolták magukat, és most jön a kontrába gyönyörűen. És itt van a játék, teljesen bejöttek, a hármas védő betolódott, jött be a kettes, a szélső besegített az átlövőre, és innentől kezdve sakmat volt. Mi akkor az alternatíva erre, vagy hogy tud mégiscsak odafigyelni ezért, hogyha a besegítés se jó, meg az se jó, hogyha kilépnek rá? Ezért kell ismerni a játékot, figyelni a játékosokat. Nagyon fontos az, hogy melyik kézre támadunk, hogyan állunk, de ez túlságosan mélyen szakma már, ez az edzők feladata, hogy ezt a lányoknak megmutassák. De hát itt lehetett látni, hogy egy játékból többfajta leosztás is van, ezt a Fadi most gyönyörűen megmutatta nekünk. Hát igen, a második fél időben pedig láthatunk még erre példát, az edzőknek meg nyilván az a feladat, hogy most a szünetben elmondják, hogy mi a teendő. Kapcsolunk a helyszínre, a szó megint Tóth Bálinté, hiszen kezdődik a második fél idő. Tehát a Ferencváros, és szerintem elmondták már az edzők, hogy mi a teendő, hiszen a csapatok már csak arra várnak, hogy elkezdődjön a második játékrész. Egyébként az a bajnokok ligája, amit említett Zácsik Szandra is a szünetben, az ugye a Ferencvárosnak majd október 14-én indul, a Vártár Skopje elleni idegenbeli mérkőzéssel, és abban a csoportban van még az orosz bajnok Asztrahány, vagy Asztrahanocsk, akinek hogy tetszik, amely azért alapvetően meggyengült, illetve az a Lipcse, amely ellen azért van elszámolni valója a Ferencvárosnak, emlékezhetünk a pár évvel ezelőtti BL selejtezőre. De most ne is nosztalgiázunk, hanem nézzük az Érdiek első támadását a második félidőben. Egy óriási kapufa volt, mindenki azt követte, hogy mi lesz a labdaíve, eléri a tetőszerkezetet, de végül ez nem történt meg. Marad a narancsmezeseknél a labda. Klivinyinek hagyta ott González, picit vissza kellett lépnie Klivinyi Kingának. González, azon volt egy túl gyors csel. Meg is állítják a ferencvárosiak az érdieket. Bulatovics, Klivinyi, ott a játékvezető keze, el kellett lőnie Gonzáleznek, és jól tette. Az első gól a második félidőben az érdieké. Ez volt González harmadik találat, ezt láthatták önök is. Ferencvárosban ugyanaz a hatos kezd, amely befejezte az első fél időt. Bená két ember között nagyon szépen, és neki is megvan az első gólja a második játék részben. Araújótól kapta Bulatovics, Klivinyi. González megint ezúttal a másik irányba, és ezúttal is gól a vége. Nagyon gólerős Mireia González, tavaly 74 gólt dobott a bajnokságban. Idén ez volt a 16. gólja a női NB1-ben.
Nagy kérdés, hogy tud-e úgy ütemet váltani az érd, hogy ne csak felzárkózás, hanem akár egyenlítés is legyen belőle. Az első fél időben egyre sikerült feljönni 5 gólról. Most ettől még messze vannak. Főleg így! Nere a pena! Sokszor mutat ő elemás fél időket, ugye említettem, hogy a Győr ellen is ilyen Jánusz arcú volt a játéka. A második fél időben ott akkor nem volt hatékony. Most viszont egyelőre jól megy neki. Ele Gábor nyugtatja egy kicsit a kispad szélén, mert innen azért nem hallom, hogy miről folyik a diskurzus. Most egy pillanatra azok a dobok is elhallgattak. Varján Bianca bent irányítóban a hazaiaknál, Kisfaludi pedig harcol bent a falban. Kliminyi, Araújo, Varján, Kliminyi megcsinálja a balra csert, majd a jobbra is estében is gólt szerez. Biro Blanca ezt fájdalmas arccal vette tudomásul. Mészáros van bent, ez pedig azért, mert Sznelder kiállították 2 percre az iménti eset okán. Ferencvárosi kapuban jelenleg senki, ezért is szaporázza Janurik, hogy minél hamarabb lehessen a hazaiaknak fölérni. Ez nem sikerült. De ez, már majdnem mondtam, hogy igen, nagyon szép volt ez az összjáték. Kliminyi felé. De csak kapufát ért. Marad a 3 köztem. Mivel a Ferencváros most nem rohan. Megkülönböztető trikó nélküli plusz emberrel 6-6 ellen támadnak a zöld-fehérek. Pena. Csánszki, Kovacsics középen. Penának adja ott, Faluvégi már lefut. Fent a játékvezetők keze, a 6 átadás, ami ilyenkor engedélyezett az új szabály szerint. Azon belül kell előni a labdát a ferencvárosiaknak. Szucsánszki ezt majdnem megtette, de megtámasztották, marad a vendégeknél a labda. Szucsánszki a fal fölött, jóval a kapu fölé. Még van hátra több mint 20 másodperc az érdi emberelőnyből, de megint eladja a labdát az érd. Ha úgy tetszik, a második fél időben ez az első, de első 30 percben azért 3-4-et is számolhattuk az ilyen hibából. Az első 3 fordulóban azért ennyi technikai hiba nem jellemezte az érdi játékot. Kovacsics. Ez most ott egy jó védekezés volt. Pena még mindig, hogy hagyta ott Mészárosnak, és ismét Janurik. Nálam ez már a 9. védése. A lényeg az, hogy ez már a sokadik. Kovacsics megint. Pena. Kucsánszki. És ott belefújnak, mert Mészárossal szemben voltak szabálytalanok az érdi védők. Még az iménti helyzet, a beállótól és Janurik védése. Szucsánszki Janurik lábbal, indít Kisfaludi, Krüpes robog, Mészáros éri utol, még egy picit talán meg is röki, de a gól ettől függetlenül ott van. Krüpes 6. találata. Faluvégi, Kovacsics, Pena, pillanatra kilépett rá Kisfaludi. Mindenki megtalálta most már az emberét, igaz, Faluvégén nincsen ember, és nagyon szépen lőtte be saját maga második csapata 22. találatát, a szélső. González,
Az ő keze pedig nagyon sül a második fél időben. Most már a másodikat szerzi a kapu jobb oldalába. Egyet húzott vissza a rövidre. 22-20 a vendégeknek, akkor, amikor Elek Gábor időt kér. Szandra is mondta, hogy a Ferencváros védekezésért még azért van mit javítani, van mit csiszolni. Nincsen egy rendes falt, ezt mondta Elek Gábor az imént. Nyilván ezeket az átlövésekre érti. Nincsen egy megállító faltot például Mirálya González-zel szemben. Hát most nézzük inkább a Ferencváros támadását. Szikora bent a kapuban. Tehát emberfölényes szituáció, Janurik véd, aztán pedig UB-gat egy sort, mert hát 7 méterest kap az ellenfél, ezért. Sacsőr Nadin és Grinyeva. Egy nagyon könnyű gól, ha úgy tetszik, könnyelmű. 23-20. Tovább folytatódik ez a húz meg, erezd meg. 2-3 gólos különbség egyfolytában. Marján Bianca, Krivinyi. Krivinyi megy föl, ott hagyja Gonzáleznek. Hol a falt? Ott a falt. Ketten is eldőltek ebben az ütközésben. Kovacsics le is jön. Kicsit talán az oldalára esett, illetve a derekát fájlalja itt a kispad mellett. Benának kell őt kihúznia. De nem biztos, hogy ez a szakszó. Itt átadják ennek Gábor háta mögött, hogy tápolják Kovacsicsot. Képen pedig Marján Bianca. Tőle indul a támadás. Rüpes futott keresztbe, Klimiñi, González, az ott egy picit véleményes már, Barján, Klimiñi ellövi. Az ötödik gólja Klimiñi Kingának. Ráadásul még egy 2 percet is kiosztottak a játékvezető Kornyák Dórának. Ismét emberelőnyben tehát az érti csapat. Tehát az új szabályok lehetőséget adnak arra, hogy ezt a létszám hátrányt a Ferencváros kiegészítse, vagy kiegyenlítse. Itt támadnak most a zöld-fehérek, tehát kapus nélkül. Fönt hatan Bená. Kovacsics, Bená. És Mariama Szinyate, Janurik Kinga koncentrál. Bená azt nem kapta jól, de még mielőtt indulhatna az ért, belefújnak a játékvezetők. Bená az nagyon jó passz volt Snellernek, két ember között viszont mozdulni sincs esélye, csak esni. Elek Gábor büntetőt reklamált. Bená, Janurik Kvéd. És a kipattanó Sacsőr Nadiné, aki megcsinálja az itt szerve a helyzetet, szépen fordult le a védőről. Ha jól láttam, González volt akkor ott.
nagyon gólerős Sacil játéka is. Itt még a védés és a befejezés. Barján és González. Mivi érkezik. Barján, Bianca, hát ott hárman is voltak körülötte. Ez pedig így már szabálytalan, hogy Kliminyi próbálta szerelni Sacil Nadimt. Türelmetlennek érzem én az érd játékát. De ettől függetlenül ebben még lehet változás. Már csak másodpercekig ember hátrányban a Ferencváros, Hornyák kiállítása után. De nem fog visszajönni, hanem majd van végig a jobb szélre. Történik meg, falu végig rohan a szélen, Szucsánszki lőtt el, de már jött a síp. Bena, le a szélre, hoppá, Janurik talán a fejével hárított, ezt pontosan nem láttam, nagyon gyors volt ott a keze is. Láthatjuk még ezt. Mi is történt, igen, a könyökével, de közben már megáll az érdi támadás. Kliminyi robogott volna. Nem tudott. Kliminyi megint. Megtáncoltatta penát, és ha már így tett, akkor ott a gól. Visszafelé összeütközött egy picit Kovacsics-sal, éppen azt figyeltem, de nem történt semmi az ütközésből, ennek a vége pedig még egyszer a gól. Snelder! És kicsit kapkodós volt a bejátszás felé. Támad a Ferencváros, Bena. Kovacsics. Snelder és Szinyáte birkózik ott középen, ezt is védte Janurik. De már csak síp szó után. Gulyás Vanda is oda tette, amit oda kell ilyenkor. Bena. Ő lövi el, Janurik véd. Egészen maga biztosan. És már fordulhat azért, de mire kimondom, addigra visszazár a Ferencváros, de mégsem. Mert megnyíltott a védőfal. Kucsánszki elment balra. Bena pedig rosszul zárt vissza, de ezt most kihasználta okosan azért. Mireia González. Ahogy talán hallják, ez meghozza az érdi publikum hangját is. Ütemes taps. Ütemet egyelőre még a Ferencváros diktálja. Bena. Ketten fogják benne Sacilt, így nem maradt ember. Nagyon Snelderen, illetve megnyílt az út Kovacsics előtt. Janurik a kapuból mutatta, hogy ez a védekezés tetszett neki. Falu végi, Bena. Gulyás volt vele szemben, Araújó répett ki. Falu végire, már fönt a játékvezető keze, kirepült a falból, és el is érte a labdát Mireia González. De attól függetlenül még a Ferencváros támadhat, beleért. Blokk, Janurik véd, 24-23 ugye, hosszú idő után lehet ismét egyenlő. Már hogyha azért kihasználja ezt a lehetőséget. Öt egyes védekezésen a Ferencvárosban, a kijebb jön egészen Kliminyiig. Szekeres a kispad szélén, ő most nem állt be védekezni. Balban ott van helyette, Szinyátéval szemben Kovacsics. Itt most Gonzálezzel szemben, Szinyáte két emberrel szemben, kettőt döntött be. Ferencváros kapja meg a labdát. Ezben lent maradt Kovacsics. Nagyokat fújtat, gyűrik rendesen. Van
Bolgori Orsolya, ő is pályára lép tehát először a találkozón. Kihagyta a Kispest elleni mérkőzést, az Eto ellen góllal szállt be a rangadóba, majd aztán, ahogy már említettük, hát valami hasonló góllal mutatkozik be most is Monori Orsolya. Aztán megsérült, de be is fejezem gyorsan ezt a mondatot. Sérülés senkinek sem kívánunk megint. Ilyen látványos gólokat annál inkább. Megint kettővel vezet a Ferencváros. Barján, Klivinyi, González. És mehet tovább. Krupes próbált eladni egy belemenést. A játékvezetők nem ették meg, Satszöl viszont a szélen, és beledobja Janurikba, marad az érnél a labda. Nem volt pár percben, nem tudom megítélni, hogy melyik támadó játék volt kapkodóbb. De most az érdi időkérésbe fogunk belehallgatni, Szabó Edinálja a szó. Átlövések azok működtek. Meglátjuk, hogy keresztmozgásokkal ez mennyire lesz hatékony ezután. Elek Gábor, ő még beszél az övéihez. Kevesebb, mint negyed óra hátra. És még mindig azt mondom, hogy nyílt a találkozó, hiszen csak kettő van közte. Barjánnak magyarázott Szabó Edina. Na, hát akkor nézzük az érdi támadást. 25-23 a Ferencvárosnak. Beállóban az érdben Gulyás, de nem felé megy a labda. Klivinyi, indultak a keresztmozgások. González ellövi test mellől takarásból. Szikora jól védett. Írót váltotta a kapuban. Lábbal. De már nem ez volt a szabálytalan, hanem ahogy Gulyás berepült a kipattanó labdára. Honori, Tucsánszki, Kovacsics. Snellerben birkózik két emberrel, vagy ha úgy tetszik, csinálta a helyet Honorinak. A blokk beleért. Marad a Ferencvárosnál a labda. Szucsánszki ellövi. Ő a földre került, a labda pedig Janurikhoz. Azért kapusa az első bajnokit ki kellett, hogy hagyja. Pihentetés vagy megelőzés céljából ugye volt egy kisebb sérülése. Ilyen teljesítmény ellenére benne a válogatott keretben jelenleg. Volt a szabálytalanság Monorival szemben, közben a labdával már Kovacsics csinálna a cset Gulyással szemben, ott előtte három ember között Tucsánszki, de továbbra is marad a labda a Ferencvárosnál. Az érdi szurkolók mellettem ezt már talpon sem bírják nagyon. Monori távolról, Janurik véd, és a berepülő ember elől elszedi Szinyát a labdát. Pillanatnyilag nem tud visszazárni a Ferencváros. Ott teljesen üresen Kisfaludi, és felhozza egykorra az érdieket. Ez már annál inkább tetszik az érdi közönségnek. Ugye nem ért vissza a helyére. Szucsánszki Zita, ő még elől maradt. Kisfaludi pedig megszerzi az első gólját. Nagyon fontos szituációban. Kovacsics. Csánszki, Monori Orsolya visszahozzá, ellövi, mellé.
és már is indul az ér. Belér Szucsánszki, de eljött Krüpershez a labda, aki kiegyenlít. Jobban figyel a védekezésre azért. És hát úgy örültek a szurkolók, hogy láthatták önök is. Itt pedig a gólszerző Katarina Krüpes. Számításaim szerint a 7., felirat szerint a 8. gólja. Minden esetre a legutóbbi az egyenlítést ért. 25-25. Bena ezúttal a kapufára. Most lélektani előnyben a hazai csapat. 11 perc még hátra a forduló rangadójából. Barján Bianca Klivinyi. Barján ujjással majdnem váltott, de lekerül a szélre. Araújo meghúzza az ejtést, és vezet az ér először a mérkőzés során. Larissa Araújo. Hát eddig rejtegette ezeket a fineszes megoldásokat. A lehető legjobbkor vette elő időt is Kérelek Gábor. Értetően ez nem tetszik neki. Megfordította a találkozót az ér. Van a hazaiak, az időkérés alatt és után kevésbé a vendégek. 26-25-re vezette hát az ért, valamivel több, egészen pontosan 33 másodperccel, több mint 10 perc még hátra a találkozóból. És akkor támad a Ferencváros az egyenlítésért, Kovacsics. Hornyák van bent balátlövőben Monori helyett, aki góllal szállt be, de aztán csak mellé durrogtatott Pena. Kovacsics, Hornyák, le a szélre, Falubéki még épp, hogy összeszedte az új begyeivel. Kovacsics, fönt a játékvezető keze, nem, csak mellettem reklamálták azt. Még támadhat a Ferencváros, Pena, ebbe beleérnek, de marad a vendégeknél a labda, Araújo volt. Itt van a vezető gólszerzője, a brazil, tavasszal a Győrrel is edzett. Ott látta el azt a szép ejtést. Janurikra újabb nagy feladat vár majd, de csak miután vált Grindjevával a heteshez. Sacöl. Ez most megint döntő lehet. Ha bemegy, egyenlít a Ferencváros. Ha nem, újra lélektani előnybe kerülhet az ért. Sacöl bedobja. Újra biztos kézzel. Már a 6. gólja. Érezte talán az irányt Grigneva, de tehetetlen volt. 26-26. Úgy vágunk neki az utolsó 9 percnek, hogy teljesen nyílt a mérkőzés. González megnökték a levegőben, ezért is ment fölé a labda. Kovacsics Anikó pedig 2 percre kiszáll a játékból. Ezért. Nála kevésbé csak Elek Gábor érti ezt a mozdulatsort. Éppen figyeltem az edző mozgását a zsűri asztal felé. De nem is a zsűri asztalnak magyarázott annyira. Na, lapozzunk! Krüpes!
González le a szélre, Araújo megint ezúttal rövidre próbálta, Sikora védett. Ezt az ember előnyt most eltékozolta a hazai csapat. Kapus nélkül a Ferencváros. Érkezett a szélre Faluvégi. Szucsánszki, középen Hornyák, Pena. Hornyák elküldte balra a védőket, ő ment jobbra. Ott is volt egy védő. Pena már a labdával. Kucsánszki balra mutatta volna a paszt, de jobbra tette. Kucsánszki két ember rajta, Sacső meglökték érzésem szerint. A lövése mellé, támad az ért. Tadurik téblából, hogy kinek passzolja. Hát ott Krüpes azért rálépett a vonalra. Vivinyi nem lőtt el, Barján. Krüpes még összegyűjti, mehet tovább, mutatják a bírók. Az nem volt egy jó passz. Barján, ez viszont egy ragyogó lövés. Barján Bianca első gólja a mérkőzésen, amely ismét vezet az ért. Lassan 7 percen belül, és készül Lukács Viktória beállni. Ahogy letelik a kiállítás, már érkezik is ide a jobb oldalra, ott láthatják. Teljes létszámban tehát a felek. Szucsánszki visszahúzta a bal oldalra, a számára bal oldalra. Az első gólja találkozón. Kribinyi, Barján. Gonzál ezzel váltanak, Livinyi, Szekeres lép király, és a kapufáról bemegy. Livinyi egy picit lemaradt visszafutásban, de a Ferencváros sem tud indulni. Sárgalapos figyelmeztetés Elek Gábornak közben, reklamálásért. Felteszem. Itt van a mester. Benámár a labdával Lukács. 6 perce maradt a Ferencvárosnak, hogy megfordítsa a találkozót. Pena. Hornyák. Lukács. Oda jutott a kezére Araújo. Ez inkább labda volt. Bemutatta a paszt balra Szucsánszki, de már Pena, és ez is mellé. Nem az első, amelyet így keresztbe elő most itt a második félidőben. Szekeressel vált védekezésben. Olyan még nem volt a találkozón, hogy kettővel vezessen az ért. Megtörténik-e? Kisfaludi. Mindjárt lépett ki Szekeres, két kézzel mehet tovább. González, Sikora. Akkor egészen a félpályáig fölkísérte a támadást. Szucsánszki viszont ragyogóan ismerte fel a lehetőséget és a sávot, egyenlít. Majd aztán megállítja Szinyátért, most már saját védőfala előtt. Barján Biancával cserélt a francia. Így rohamoz az ér. 4,5 perc lassan. Továbbra is egyenlő Krüpes, González. Beleír abba a Hornyák, milyen szemfülesen! Ez most egy nagyon jó védekezés volt, egy nagyon jó helyzetfelismerés Hornyák Dórától. Most a Fradi tábora hangosabb ezután. Újra vezethet a Ferencváros. Szucsánszki mutatja középen a figura számát. Pena. Snelder. Jobbról balra, balról jobbra mozgott, ez viszont nem zavarja természetesen Januri Kingát. A mezőny egyik legjobbja a védéseivel. És
és most kockáztat az Érd. Lejön Jadurik, és fölmegy támadásba Gulyás. Két beállóval tehát az érdiek 7-6 ellen. Na mi lesz ennek a vége? Barján, Araújo, Klimié megcsinálja a cselt, de nem tud elmenni. Két ember között Sacolihoz pattal a labda, Sacoli észreveszi, hogy üres a kapu, igen, és be is dobja. 29-28 a vendégeknek. Itt megnézi Sacöl, talán már korábban is látta, hogy nincsen fönt kapus. Jól védekezett a Ferencváros. De marad ennél a felállásnál az Érd. González, Klimény, Araújo lent a szélen, megfogták érzésem szerint a lövő kezét. Mellé megy a pörgetés, de jöhet egy 7 méteres. Az utolsó 3 percen belül már vendégvezetés, de egyenlíthet Katarina Krüpes Lezák. Szikora ezúttal vele szemben. És bent van. 29-29. Jár a taps, lobognak az érdi zászlók. Krüpes 8. gólja volt ez. Szikora bánata közben, miközben támad a Ferencváros. Pena, Szucsánszki most ezen az oldalon próbált kiosztani egy jó paszt, egyelőre nem ment. De szabálytalanul állították meg. Snelder kiejti a labdát, de marad a Ferencvárosnál. Az utolsó 2 percen belül 29-29. Ki fog itt dönteni? Pena érzésem szerint egy picit megcsúszott, de elengedték a bírók és robokat. Krüpes újra vezet az Érd. Ott ez egyértelmű technikai hiba, és Krüpes a 9. gólja. Kovacsic. Itt a falból Kisfaludi egy pillanatra nem bírta elhalászni a labdát, Hornyák, Kovacsics kisodródva, szabaddobással jöhet a Ferencváros. Egy perc, 10 másodperc hátra a találkozóból, vezet az Érd 30-29-re. Szucsánszki, Hornyák, nem meri ellőni, Szucsánszki le a szélre, Sacöl, ott viszont gól! Ferencvárosi oldalról egyértelműen az egyik, hanem a legjobb Sacöl Nadim. 45 másodperc hátra viszont a találkozóból 30-30-nál. Most nem kockáztat az érdi csapat. Most fönt van a kapus. De nekem is föl kell tálnom a kommentátor állásban, mert előttem is mindenki felállt. Talpon az érdi csarnok. Nagyon fontos támadás következik. Szabó Evira. Hátra, az 33 másodperc, ebben még tényleg nagyon-nagyon sok minden belefér. Egy érdi támadás biztosan, csak hogy mi lesz a vége, meg mi lesz a kifutása, azt most még nem tudjuk. Krüpes kezében a labda, most indul el az óra, most indul el a játék. Barján Bianca középen, Klivinyi. Örögnek a másodpercek, de közben már megáll a játék, az idő, az óra viszont nem. 20 másodperc van még hátra a találkozóból. González, fönt a játékvezetők keze, Klimény, Barján lent a szélen, Krüpes, és a rövidre bedobja!
Katarina Krüpes, és most kell visszaiszkolnia, ahogy Szabó Edina mondta az érdieknek, mert robog a Ferencváros. Lepörög lassan az óra. 2 másodperc, 1 másodperc, Hornyák, kivédi Janurik, 31-30-ra nyer az ér. 3 év után ismét legyőzi 2 mérkőzésen a bajnokságban Szabó Edina csapata a Ferencvárost. Egy milyen második félidő után? Szabó Edina körbefutja a pályát, mindenkivel kezet fog, az övé pedig járják a táncot, az örömtáncot, emiatt a gól miatt. Katarina Krüpes meg tudta csinálni, itt pedig Hornyák Dóra eldobta, elvégezték korábban a szabaddobást, lehet, hogy még abból is jobban jött volna ki a Ferencváros, hogyha időn túliból próbálják meg, mert így nagyon elkapkodták itt a legvégét. Minden fontos a képernyőn, ért Ferencváros 31-30, és ezzel továbbra is 100%-os a bajnokságban 4 forduló után az érdi csapat. Közben nézem, hogy Szabó Edina már ott van-e a mikrofonunk előtt, Farkas Márton mellett. Egyelőre nem látom itt a tömegben, de már is adom a szót, tehát a győztes vezetőedző következik, Szabó Edina. Így van, Szabó Edina itt mellettem, hát megvan a győzelem, megvan a sikerült legyőzni a Ferencvárost. Sokáig úgy nézett ki, hogy kicsit sziszifuszi munkát végez azért, de a 45. perc környékén megfordult ez a találkozó. Mi történt a második fél időben, mitől tudott váltani a vált és azért, és mitől sikerült megnyerni ezt a mérkőzést? Átragad az extázisa. Azt gondolom, hogy az érd végig egy kicsit maga lejátszott, mert annyira sok hibával kézilabdáztuk, de nagyon akartak a lányok, nyilvánvaló, hogy ez ebből következett. Azt gondolom, az forduló pont volt. Egyrészt, hogy a védekezésünk összeállt, másrészt a Januri Kinga az egészen fantasztikus volt, és hát végig tudtunk gólt lőni. Szem az átlövői Klivinyi Kinga fantasztikus volt, de a többiek is, tehát amikor kellett, hozzá tudtak tenni, nem akartak ma veszteni, már elég sokat tettek érte. Mi kellett ahhoz, hogy ezek a hibák megszűnjenek, hogy ezek a hibák ne legyenek? Mit kellett hozzá tenni, hogyan tudta rávenni a lányokat, hogy ne hibázzanak ennyit? Nem tudom. Azért ez onnantól kezdve, hogy ennyire összefogtak, tehát ez itt piszkosul akartak, mondom, nyerni. Szóval nem akartak veszteni, hát ezzel múlott. Ezek a lányok ma nem akartak veszteni. Köszönöm szépen a győzelmet, nem kell magyarázni. Köszönöm szépen, gratulálok még egyszer. És itt van már, érkezik Elek Gábor. Hát nem sikerült megverni azért, hogy a mérkőzés előtt azt beszéltünk, hogy ez egy nagyon fontos mérkőzés lesz, amiatt, hogy a lelki nyugalom helyreálljon. Mi történt? Sokáig úgy tűnt, hogy ez abszolút nyerhető meccs a Ferencvárosnak, aztán mégsem sikerült megnyerni. Miért? Nagyon-nagyon sok összetevős, én azt gondolom, először is gratulálok az érnek természetesen. Nagyon-nagyon följebb volt a másik fél, a védekezése, a miénk pedig teljesen lebújt. Én azt gondolom, a kapus különbségben is nagyon nagy, vagy a kapusok közti különbség is nagyon nagy volt. Ennél fogva nagyon sok kicsert adtunk ki a második fél időbe. És hát ugye, tehát én nem csináltam ebből titkot, hogy elég sok sérültel és beteggel küzdködtünk itt a héten. Tehát sajnos megint ugyanaz volt, mint Győrben, hogy elfogytunk a végére. Nagyon kellemetlen ez most itt számunkra, de el kell ismerni, tehát itt azért iszonyatosan harcolt ezért a győzelemért. Nyilván most egy válogatott hétről rendezni kell a sorokat, mert a BR ez ennél több kell, de azt gondolom, hogy ezzel, hogyha meggyógyulunk, talán többek leszünk. Miért folyott el a Ferencváros fizikailag vagy mentálisan? Mi volt ennek az oka? De még egyszer mondom, tehát 3 olyan játékosom volt, aki a héten betegsége vagy sérülések küzdött, tehát egyeket tudtak edzeni, ez egyértelműen, tehát ez emiatt. Köszönöm szépen el Gábornak, és akkor érkezzék egyelőre a vesztes oldalról Satszül Nadin, aki nagyon jól játszott ezen a találkozón, szórta a gólokat, és hát ha a Ferencváros nyert volna, akkor ő lenne ennek a mérkőzésnek a hőse, de nem nyert a Ferencváros. Te hogy láttad a pályán belülről, hogy miért nem tudtátok megnyerni? Mondanád még egyszer, ne arra, hogy nem hallottam. A 45. perc környékén mi történt a csapattal, ott megfordult ez a mérkőzés, te hogy láttad belülről? Nem tudom, egyszerűen több lerohanás gólt kaptunk, mint szabadott volna. Az, hogy ők hazai közönség előtt voltak, az még nagyobbat dobott rajtuk, hiszen nagyon jó hangulatot csináltak nekik a szurkolók, és több helyzetet adtunk ki, mint amennyit kellett.
kellett volna, nem szabadott volna. A mérkőzés nagy részében végig 2-3 góllal vezettetek. Mi kellett volna ahhoz, hogy esetleg többen el tudjatok lépni, és meg lehessen ez a meccs akár már korábban is? Egy picivel jobban oda kellett volna figyelnünk, és tényleg az ittszereinket értékesíteni. Köszönöm szépen, Nadin. És akkor érkezzék a mérkőzés hőse, a győztes gól szerzője, Kripes Slezák. So, the hero of the game, congratulations, you are the winner goal. What happened in the second half? It was a very big change from your team. Yes, I don't know. We are really happy because this is first time that we beat them. We prepared really well. We start season really well and we had very big confidence. First call was so-so, but second call we said we can do it. Thanks to public, they were our A player. They help us too much. And I don't know, I'm so happy. Everybody was so great. I don't know what to say anymore. Thank you very much, congratulations. Hát röviden összefoglalom, hogy pillanat Kripes Slezák nagyon örül egyrészt, hogy sikerült legyőzni végre a Ferencvárost, és egy ilyen fantasztikus hangulatú arénában. Az első fél időben nem játszottak jól, voltak hibák, azt mondtad, a második fél időre sikerült ezen javítani, és ültek a lövések, és a helyzeteket sikerült kihasználni. És akkor itt van a másik érdi hős mellettem, Klivinyi Kinga, aki a második fél időben nagyon sokat tett hozzá ez az érthez, de nem csak az egész csapat. A szünetben mi hangzott el az öltözőben? Hogyan lett ez egy másmilyen mérkőzés a második fél időben? Hát a szünetben azt mondta Lina, hogy mindenképp szedjük össze a védekezést, mert az a 19 gól, amit kaptunk, az nagyon-nagyon sok. És hát helyek közel meg tudtuk csinálni, de azt gondolom, hogy a küzdés volt az, ami dominált a második fél időben. Legyőztétek a Ferencváros, tudjuk jó, hogy ez a bajnokság most kicsit más, mint a tavalyi volt, ez nagyon sokat jelentett még ez a győzelem. Milyen lesz most így holnap után lemenni edzeni, és ilyen tudattal készülni a továbbiakban a bajnokságban? Hát holnap nincs edzésünk, csak a válogatottba kell mennünk, de nagyon-nagyon jó érzés, és tényleg nagyon büszke vagyok az egész csapatra, mert mindenki hozzá tudott tenni ez a győzelemhez. Azért különleges hangulat volt itt, ritkán van ilyen hangulat, mert az érdi csarnokra nem lehet sose panasz. Milyen volt megélni ezt a rangadót, és hát győztesként megélni ezt a rangadót? Hát fantasztikus volt, tényleg a szurkolóink azok olyan sokat hozzátettek, hogy ez az egy gól, amivel nyertünk, ezt mondhatom, hogy nekik köszönhetjük, mert tényleg fantasztikus hangulatot csináltak. Köszönöm szépen, Kinga, gratulálok még egyszer. Innen a helyszínről Tóth Bálint kommentátor kollégám nevében is köszönöm a figyelmünket, a végeredménnyel búcsúzom, Érd Ferencváros 31-30. Az ember lánya, asszonya, öreg asszonya. Fú, de rossz, várjál. De jó, hogy nem mi mondtuk ki. Hey! Tetszik egy lány, oda megyek hozzá, föláll, hello. Szóval, és most mit érzel? Anika! Elfelejtett szopak! Yeah! Folytasd ezt a dalszöveget, Hajmási Péter. Mit? Mivel a kérdést sem értjük. De. Ti ülj le egyes. Magyarország szeretlek. Vasárnap este a Dunán. Klasszikus tehetségek. Tátott szájjal hallgattalak. Igen, teljesen elvarázsoltál. A tehetség az utat tör magának. Imádlak. Csak itt tovább. Izgalmas játékok. Hány oldal van egy paralelogrammának? 8. Nem. Felejthetetlen csaták. Látom, mindenre van válaszom. Jól van. Lenyűgöző teljesítmények. Ízes pillanatok. Azt a de jól néz ki! Önfelett csevegések. Lehet, hogy a végére ez a beszélgetés felkelti az érdeklődését. Mire gondolsz? Örökérvényű poénok. Viszont de arra! Jaj, nem már, hagyjad már! Nagy dumák. Olyan gyorsan jöttek a gólok, hogy itt fölnéztem, és azt hittem, ez csak az ismétlés. Ezt kár lenne kihagyni. Most már tényleg kíváncsi vagyok. Mert a Duna ősszel is izgalmas. Ez jó volt! Köszi! Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szeretem Magyarországot, és szavazok október 2-án. Szavazzon október 2-án. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Megkérdeztem a fogorvosomtól, hogy az elektromos fogkefe jobban tisztít-e a manuálisnál. Azt mondta, hogy igen, de olyat keresek, amelyet fogorvosokkal fejlesztettek, és kör alakú a feje. Legyen szakértő az Oral-B-vel. A szögletes manuális fogkefékkel szemben az Oral-B kerekfeje a fogakat körbevéve fellazítja a lepedéket, és forgómozgással eltávolítja. Legyen szakértő a fogmosásban. Üdvözlünk a Landlébe világában, ahol nincs helye mesterséges adalékoknak, csak is a minden ízükben természetes összetevőknek. Élvezd minden nap a természet utánozhatatlan gazdag ízeit. Landlébe, a természet gazdag íze. Keresett már szállást online? Feltűnt, milyen sok különböző árat lehet találni ugyanazért a szobáért? A Trivago pillanatok alatt összehasonlítja ön helyett az ajánlatokat összesen több mint 200 foglalási oldalról. Töltse le a Trivago alkalmazását, vagy a trivago.hu weboldalon adja meg, hova szeretne utazni és mikor. Majd kattintson a keresés gombra. A Trivago megmutatja önnek a különböző ajánlatokat ugyanahoz a szobához. Így biztos lehet benne, hogy az ön számára ideális szállás helyet találja meg a lehető legjobb áron. Szállás? Trivago. Nyerj egy családi autót a Csibó Family-vel, vagy vidd el a további értékes nyeremények egyikét. Az 56-os forradalom 60. évfordulóján legyél te, aki megénekli a magyar szabadságot. Ha szeretnéd, hogy egy ország dúdolja a dalod, nem kell más tenned, mint meghallgatni a Láció futballcsapatának legendás indulóját, amit Olaszországban írtak eredetileg a forradalom leverésének emlékére. Meríts erőt a pesti srácok küzdelméből! Írj új szöveget az induló dallamára! Küldd el nekünk az induló 56@mtva.hu vagy a 1037 Budapest Kunigunda útja 64-es címre. Az első három helyezett értékes pénznyereményben részesül. Jelentkezési határidő október 16-a. Tisztelegj a hősök előtt! Ha-ho! Ez az én helyem! Orbit. Minden ital után is. Ideális kiszerelés az autóban. Egyél, így áll, rágóz. Orbit. Senki nem mondta, hogy könnyű. De ne hidd, hogy elérted a határaidat. Ennél sokkal több van benned. Készen állsz rá, hogy kihozzuk belőled? Biotech USA. Akarj többet! Keresd hosszú Katinka ajánlásával az Artrogardot októberben 3990 forintos akciós áron a Biotech USA boltokban. Ha több magnéziumra van szükséged, válaszd a jól felszívódó Magnosolv granulátumot, a legmagasabb magnézium tartalmú recept nélkül kapható gyógyszer, amely 2016-ban elnyerte az év terméke díjat. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét. Fedezd fel mesés cipőválasztékunkat! Tarts lépést a legújabb trendekkel! A magas sarkútól a balerináig, az elegáns lábbelitől a tornacipőig, az ország legizgalmasabb cipőkínálatát nálunk találod. Játsz velünk és töltsd fel gardróbod egy évre elegendő cipővel. Lépj ki az őszbe az Aréna Plázával. Úgy érzi, a megfázás szétfeszíti az arcüregét? Nüktető fájdalmat érez? Ordugulást? Kínzó nyomást az arcüregben? Válasszon célzott megoldást! A Neocitrán Coldent Sinus enyhíti a fájdalmat, az ordugulást és az arcüreget feszítő nyomást. Neocitrán. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Egy lépés a holnap. Dendi cipők már 6990 forinttól online és ingyenes kiszállítással. Deichmann, mert szeretjük a cipőket. ...31-30-ra győzött az Érd a Ferencváros ellen a női kézilabda bajnokság rangadóján. Óriási bravúr három év után sikerült ez, úgyhogy gyakorlatilag a meccs nagy részében a Ferencváros vezetett, hol 5, hol 3-4 góllal, volt, hogy csak 2-vel, és aztán szép lassan elfogyott a Fradi előnye, és megfordította a meccset az Érd az utolsó negyed órában. Kicsit olyan volt, mintha végig altatott volna az Érd, de amikor a legjobban koncentrált, vagy amikor a legjobban kellett, akkor koncentrálta leginkább. Ennek ellenére azért Szabó Edina azt mondta, hogy saját maga ellen játszott tulajdonképpen az Érd, hogy szinte saját magát verte volna meg. Miért? Előbb beszéltünk az első fél időben, hogy
Nagyon a csapaton nem látszott az, hogy nagyon nyerni szeretne, menni akarna, rengeteg volt a technikai hiba, és hát ez a koncentrációba találhatjuk meg ennek a hibáját. A második fél időt ezen változtattak, és a mérkőzés végére meglett az, amit az első fél időben beszéltünk, hogy csak mindig fölzárkózott 2 gólra, 4 gólról, a második fél időben jöttek azok a bravúrok, mind a kapuból, mind egyéni teljesítményekkel, amivel föl tudták jönni döntetlenre, és abból meg tudták folytani a mérkőzést. Deák Krisztina, a szerkesztő kollégámnak tűnt fel, hogy Szabó Edina nagyon nyugodt volt a mérkőzés során végig, de az utolsó időkérésnél feltűnően nyugodtan bíztatta a lányokat és adott nekik tanácsokat, minthogyha ő biztos lett volna a győzelemben, vagy legalábbis ezt a nyugalmat megpróbálta volna átadni a lányoknak. Te mennyire láttál ilyesmit az Inkább az utóbbira gondolok, én is úgy gondolom, hogy egy ideges edző bejönne és elkezdene valami extra dolgot fölhajtani a táblára totál idegen szavakkal, akkor a lányok elvesztették volna a fonalat. Inkább úgy gondolom, hogy pozitív van, próbálta ezt megközelíteni, hogy a döntetlennel is már nagyon jók, játszanak az idővel, és nagyon figyeljenek arra, még ha elment a labda, akkor is, hogy vissza kell jönni a védekezéssel, és mint ahogy látod, meg is fogadták a lányok, hiszen azzal nyerték meg a meccset, hogy visszazártak, és még egy jó fauttal elment az a 6 másodperc, ami hátra volt. Azért az is számít, hogy Krippezs, akiről ugye beszéltünk a mérkőzés előtt, aki tavaly is ugye az alapszakasz gól királynője volt, idén is most a 3. helyen állt a mérkőzés előtt a góllövő listán, és ezen a mérkőzésen is szórta a gólokat, 11 gólos volt ezen a meccsen, az utolsó pillanatban elvállalta és belőtte a győztes gólt. De emellett Janúri Kingát, mint kapust is kiemelte Szabó Edina, mint a mérkőzés egyik kulcsfiguráját. Így igaz, és ne feledkezzünk meg Klivényről se, hiszen úgy gondolom, hogy ők voltak a motorja a csapatnak most, és a többiek is gyönyörűen zárkóztak föl rá. Itt lehet látni a statisztikát is, közben megkaptuk, hogy a védések hatékonysága továbbra is az érthez billent hihetetlenül nagyon, nagyon gyenge Fradi kapus teljesítménnyel. 49% az brutálisan jó kapus teljesítmény, rettentően jó százalék. Hihetetlen jó, és láthatjuk, hogy az eladott labdák száma leesett a második fél időbe 6-ra, és ott van a 4 gól, a különbség, a differencia. Egyből láthatjuk a statisztikába. A Fradinál nem változik, és gyönyörűen kijön itt, hogy a 10 helyet csak 4 technikai hibája volt a második fél időben, és egyből feljöttek, és megnyerhették a mérkőzést ezzel. És ez a kapott gólokban is különbséget okozott, ugye említette Krippezs talán, vagy mindegy, valaki említette, hogy a szünetben említette Szabó Edina, hogy 19 gólt kapni nagyon sok egy fél idő alatt. A második fél időben ugye a 12-t kapott, csak 7-tel kevesebbet. Ez köszönhető a támadásban lecsökkent eladott labdáknak, a hibáknak is, vagy a védekezés javult fel az Érd oldalán? Az Érd oldalán nagyon jó kapus teljesítmény volt, a védekezés javult, és hozzájárult az is, hogy a Fradinak a támadójátéka nagyon legyengült, nem találták magukat se távolról, se átlövő zónából, 9 méterről, se a vonalon, és úgy gondolom ez a 3 tényező, ez hozta ki ennek a mérkőzésnek a végét. A mérkőzés egyik kulcsfigurája, ahogy azt a vezetőedző is kiemelte, a kapus Janúri Kinga volt, 49%-os teljesítménnyel védett, ami azt jelenti, hogy majdnem minden második lövést kivédett, és ebben a sok védésben egészen sok bravúr is volt. Farkas Márton megszólaltatja most ezt a kiváló teljesítménynyújtó kapust is. Nem a mellettem álló Janúri Kinga az egyetlen, akire ma azt mondtam, hogy hőse volt ennek a mérkőzésnek, de hát egy rangadón bizony sok hős van. Ha jól számoltam, akkor Kinga 16-17 alkalommal védett ezen a mérkőzésen, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy az extázisod, a teljesítményed átragadt a többiekre is. Milyen volt ez a mérkőzés, te hogy láttad a kapuból? Fantasztikus volt ez a mérkőzés, nagyon kemény mérkőzésre számítottunk, viszont itthon nagyon nehéz elvenni tőlünk ezt a 2 pontot, és nagyon készültünk rá, hogy a Fradit egyszer azért itthon elkapjuk. Tavaly már majdnem sikerült, az egy kis tüske maradt bennünk, hogy még ott X-re se tudtuk menteni, most viszont sikerült egy góllal megvenni őket, és nagyon boldogok vagyunk. Ugye nagyon sokáig, egy kb. 45 percig mindig így rohantatok a Fradi után, 2-3 gól volt az állandó különbség. Mi kellett ahhoz, hogy utol tudjátok érni őket, és aztán meg is fordítani a mérkőzést? Igen, az elején egy kicsit rosszul kezdtünk, viszont én szerintem, amivel megfordítottuk a mérkőzést, hogy sose adtuk fent, és egy csapatként küzdöttünk, és hát itthon voltunk, és nagyon szépen köszönjük a szurkolóinknak, mert azért ők is kiszorkolták belőlünk ezt a győzelmet. Főleg a második félidő második felében rengeteg védéssel támogattad meg a csapatot, ugye Monori Orsora is beállt, Pena sem tudott már betalálni neked. Ez minek volt köszönhető, van ennek valami speciális magyarázata esetleg? Nincsen, nagyon szeretük volna ezt a győzelmet, és ahogy felkeményedett a fal is, úgy nekem is azért könnyebb dolgom volt hátulvédeni, és ahogy jöttek a védések, utána már nem engedhettem, hogy betaláljanak a kapuba. Ugye nagyon elején vagyunk még a bajnokságnak, talán kicsit korai is beszélni a végkimenetelekről, de ugye idén új lebonyolítás van.
emiatt ez a győzelem még többet érhet, mint tavaly. Most mennyit jelent ez önbizalomban, illetve egy számogatása? Igen, most azért más a lebonyolítás, minden pont és minden x, minden két pont nagyon számít nekünk. Nagyon örülünk ennek a két pontnak, mert azért úgymond ez bravúr tőlünk, és minden meccsre így fogunk készülni, és nagyon reméljük, hogy azért minden meccsen itthon meg tudjuk nyerni, vagy megszorítani legalább a Győrt is. Köszönöm szépen, kívánom, hogy így legyen, és gratulálok még egyszer. Hát igen, és ez az, amiről beszéltünk a mérkőzés előtt, hogy Érden nyerni azért nagyon-nagyon nehéz. Hát láttuk, hogy most a Ferencvárosnak sem sikerült, ráadásul mind a két pontot otthon tartotta az Érd. De Januri Kinga teljesítményén kívül azért a támadásban is több olyan egyéni teljesítményt emeltél ki, amit meg is tudunk most mutatni, aminek köszönhetően igazából végül is meg tudta fordítani a meccset az Érd. Így igaz, nagyon jó egyéni teljesítményeket látunk, itt Klivinyivel kezdjük egyből. Egy gyönyörű beállós forgásból kezdik el a játékot. Szép nyugodtan, ahogy kell, játszanak az idővel, jön ki a beálló, megcsinálják a helycseréket folyamatosan, és utána pedig a Kingának a hihetetlen felismerése, nem hiába ugye válogatottban ő is ott van, utazik a válogatottal, látja, hogy a védők nagyon kihelyezkednek, hátrafele jön majd visszafele a védőjátékos, lép visszafele egy gyönyörű dupla induló csellel, beteszi az ingába a védőjét, és egy gyönyörű gólt lő belőle, úgy gondolom, hogy ettől szebbet soha ne lássunk, lássunk sok ilyet a válogatottba is tőle, és hát természetesen ezt emelném ki a második félidőbe az Érdnél, hogy hihetetlen egyéni teljesítmények voltak. Itt nézzük, a Fradinak lesz egy eladott labdája, egy rossz lövés, utána elindul a kontrajáték gyönyörűen, és utána láthatjuk, hogy González egy hihetetlen bombát nyom, a védők ismétetlen nem tudják, hogy hova jöjjenek vissza a Fraditól, mintha egy kicsit szétszóltak lennének, és közben azt látjuk, hogy González szépen sétál befele. De valaki ennyire simán el tud sétálni a védők között, annak mi az oka, hogy itt van azért egy, kettő, három védő, aki mind gyakorlatilag megállíthatná ezt a támadást, most jól össze is firkáltam. Olyan játékosok érkeznek vissza, akik nem feltétlen védekezésbe játszanak, és nem tudják egyből, hogy milyen pozícióra érkezzenek vissza. Hát egy gyakorlatilag 10 méter sprinter, úgyhogy senkivel nem találkozik. Hát látjuk, hogy Penna tulajdonképpen a kispadot kereste a védekezés helyett, és csak tolatott kifele előle, mint hogyha fölkínálta volna a játékot neki. És hát ugye ne feledkezzünk meg még egy bejátszásról, hiszen Balján Miankának is egy gyönyörű talpról lövését láthatjuk. Ez is egy keresztjátékból összerakták a védőket, elindul a játék. Ugye megint láthatjuk, hogy össze vannak csomagolva a védők. Itt majdnem már szélsőnek helye lett volna, hogy gólt lőjön, egy rossz labda ment ki. Ebből feláll az Érd, megy tovább a játék. Felállnak, ismét elkezdik a játékot, rossz bejátszás, majdnem eladják, és egy hihetetlen felső bomba. Bent állnak a védők 6 méteren, és hát úgy nézem, hogy a Zitát szinte átbombázzák. Tolat be hátra, áll bent, próbál blokkolni, ugye Zitának is voltak blokkjai a mérkőzés elején, láttunk tőle 1-2-t, de hát Biancának a lövését nem tudta védeni se a kapus, blokk mellett előtte gyönyörűen kilőtte a hosszú sarkot. És úgy gondolom, hogy ezek a játékok, ez iskola felső szintje, ennek köszönheti az Érd a második fél időben, hogy játszott, és ahogy játhattuk, Janurik is emlegette, a nézők is fölélénkültek a mérkőzés alatt. Az első fél idő olyan, mintha egy csendes kis baráti mérkőzést nézhettünk volna, és hát itt lehet látni azt, hogy hát a szurkolók mit hozzá tudnak tenni egy mérkőzéshez, hogy nyomják fel a lányokat, a fiúkat, teljesen mindegy, hogy női vagy férfi ligát nézünk, hihetetlen erőt adhatnak a csapatnak, és bele tudják hajszolni egy gyönyörű győzelembe. Igen, és ezért ez nagyon sokat számít, mert a nézők reakciója is attól függ, hogy a csapat hogyan hajt. Azért az elején még volt, lehetett olyat hallani, hogy mindenki szurkoljon, hogy bizonyos nézők próbálták noszogatni a többieket, hogy most már ébredjünk föl, és a végén tényleg a teljes stadion, a teljes csarnok együtt élt a játékkal. Így igaz, hát láthattuk olyan szurkolót, aki kamerának örült a gólok után, mutatta föl, hogy egyszerűen extázisba került a B-közép is, és magával húzták a többi szurkolót, és akik esetleg csak kényekedvetlenül csöndbe üldögéltek, ők is elkezdtek szurkolni, és hát ezért az atmoszféra váltás, ez mind végén láthatjuk, meghozta az eredményét.
Ugye említette Klivinyi Kinga is, hogy most nem holnap-holnap után lesz még klubedzés, hiszen jövő héten a válogatottal dolgoznak majd együtt, és október 8-án Szlovénia ellen játszik majd Siófokon a magyar női kézilabda válogatott felkészülési mérkőzést. Természetesen ezt a meccset is élőben közvetítjük majd, de már a felkészülést is követjük. Kim Rasmussennel pedig beszélgettünk a felkészülés megkezdése előtt. Kim Rasmussen 22 fős keretet hirdetett a Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésre, ami egyben az új szövetségi kapitány bemutatkozó meccse is lesz. A válogatottban 4 debütáló játékos is lehet. Oguntoja Viktória, Hásfalvi Júlia, Pásztor Noémi és Faluvégi Dorottya is először kapott meghívót. Jövő hét hétfőtől együtt készül a női kézilabda válogatott Siófokon. Két edzésünk lesz naponta. Általában egy labdás a csarnokban és egy kondis az edzőteremben. Néha viszont kétszer leszünk a pályán és gyakoroljuk a taktikát. Nagyon unalmas lesz, de mivel csak rövid időt töltünk együtt, nem tehetünk mást. Két hónap van hátra az Európa-bajnokságig és a klubmeccsek miatt kevés alkalom van arra, hogy együtt legyen a válogatott. Így próbáljuk a lehető legjobban kihasználni a rendelkezésünkre álló időt és gyakorolni a taktikát. A Szlovénia elleni meccs október 8-án, azaz jövő hét szombat este lesz Siófokon. A mérkőzést élőben láthatják itt, az M4 Sporton. Tényleg ennyire unalmas ez a taktikai felkészítés, amire most ki kell hegyezni a Rasmussennek a következő hetet? Tulajdonképpen nincs más lehetősége. Neki megvan az elképzelése a játékról, és ezt át kell adni a lányoknak. Tulajdonképpen ő felel a csapatért. Ő az első számú ember a magyar válogatottnak jelen pillanatban. A lányok, tulajdonképpen ő a fej, a lányok pedig a test. Így meg kell határoznia azokat az irányvonalakat, azokat az alapjátékokat, amit ő szeretne játszani, mert úgy gondolja, hogy a magyar válogatott képes erre, és ettől jobb teljesítményet tud nyújtani, és ezért nincs más lehetőség, nem a fizikális munkára, nem a labdabiztossága kell rámenni, hanem arra kell rámenni, hogy a taktikát tudják a lányok, és minél jobban összeszokjanak ebbe a játékrendszerbe. Hát reméljük, hogy ez sikerül, majd hétfőtől indul tehát a felkészülés Siófokon, és nagyon sok sikert kívánunk a lányoknak, nem csak a felkészülési meccsen, hanem majd az Európa-bajnokságon is. Egyébként 9 fradista van ott a bőkeretben, és 2 érdi játékos, úgyhogy a ma látott játékosok közül is sokan ott lesznek majd a felkészülés során. Most pedig férfi mérkőzés összefoglalóját láthatjuk, hiszen tegnap játszották a férfi bajnokságból a Tatabánya Vác összecsapást. Lássuk ennek a meccsnek a legfontosabb jeleneteit. Az elsőtől az utolsó és még az utáni percig is roppant feszült hangulatú mérkőzés első perceiben a fehérmezes Vác kezdett jobban, negyed óra után 8-5-re vezetett. Az első félidő utolsó 10 percében szinte csak Szőlősi Szabolcs és Bartók Donát tudott gólt lőni, összességében pedig a Tatabánya neve mellett állt egyel több a szünetben, igaz, ehhez Popovics rontott időn túli hetese is kellett, valamint Vranyes rendkívül hasznos játéka. A folytatásban is elsősorban a taktikai és még inkább a fizikai csata dominált. A legeredményesebb váci Koller még egyenlített 13-13-ra, de azt követően a hazaiak már nem adták ki a kezükből a vezetést. Mindkét edző értelemszerűen végig feszült volt, Zsiga Gyula néhány másodperc alatt sárgalapot és 2 percet is kapott. A hajrában a Vácnak meggyűlt a gondja a góllövéssel, és végül nem egy túl szép, de annál izgalmasabb meccsen 25-21-es vereséget szenvedett. A lefújás után azonban még nem volt teljesen vége az összecsapásnak, de szerencsére gyorsan csillapodtak a kedélyek. Hát szerintem az első fél időben szépen kézilabdáztunk. Én úgy gondolom, hogy a második fél időben valami megváltozott. Alapvetően sok kiállításunk volt. Nagyon sokat kellett dolgozni ember hátrányba. Sajnos kritikus szituációkban rosszul döntöttünk. Nem volt ebben a meccsben 4 gól, szerintem. De hát gratulálok a Tatabányának, mert minden eszközt és minden dolgot megragadott, hogy ezt a mai meccset hozza. Ez volt ilyen, inkább ilyen kicsit birkozás, ilyen taktikai csata, mert ezt mondtam, hogy legalább szándékosan mit játszottam hozzá, hogy pálya jó védekezés, tudtam, hogy nem tudunk nagyon indulni, tulajdonképpen reménykedtek, hogy a Pásztor fog indulni, de elején hibázott 3-szor, utána kellett levenni a pályáról, Harsanyi nem olyan gyors, mint a Pásztor, másik oldalon is lassú voltunk, és akkor inkább ilyen taktikai csata, támadás, beálló, 2-2 ellen ennyi. Azt gondolom, hogy nagy volt a feszültség, azt nem tudom, hogy a mi csapatunkban miért volt, hiszen hazai pályán nekünk nyugodtabban kellett volna játszani, és feszültek voltunk, rosszul játszottunk, főleg támadásban, és az a Vác van olyan jó csapat, hogy tartotta magát az utolsó 10 percig, az utolsó 5 percig.
Ez volt tehát a tegnapi férfi mérkőzés, és természetesen lesz még kézilabda hamarosan, hiszen hétfőn jelentkezünk majd a Kézilabda magazinnal. Most arra köszönöm Gál Gyulának egyrészt a közreműködést, önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Hétfőn tehát 16 óra 15 perckor kezdődik Kézilabda magazinunk, ahol többek között a bajnoki mérkőzésekkel, a bajnokok ligájával és a női válogatott felkészülésével is foglalkozunk. Már ott leszünk a siófoki edzőtáborban, itt pedig a stúdióban terveink szerint majd köszönthetjük a mostani érdi hősöket, akik 31-30-ra legyőzték tehát a Ferencvárost a női kézilabda mérkőzésen a rangadón a bajnokságban, úgyhogy ma este biztos nagy ünneplés lesz Érden. Most pedig futszállal folytatjuk, hogy maradjanak velünk a következő néhány órában.